kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Képzeljétek el, az én családom és a családok baráti körül, akik ott voltak nálunk 24-én. Rokonok. Mind-mind is felősök. Az én család, tagjai, rokonok. Figyelj, elindult a masszív karácsonyi ajándékkal való csalás. De olyan durván és olyan szemtelenül, hogy az valami elképesztő. Visszakaptál valami tavaly előtt itt, amit te adtál, vagy mi? Hát majdnem ez történt. Nem már. Hát majdnem ez történt. Körbeért. Körbeért egy ajándék, illetve nem is pontosabban körbeért. Lelepleztem a Viki családjából, hangsúlyozom, a Viki családjából azért erősen, és baráti köréből, mert hogy azért az én családom ilyet nem csinál. Akkor ez vagy Laci, vagy az agyósor. Mehetünk tovább. A Viki egyik barátnője is ott volt nálunk karácsonykor, és én kaptam tőle az ajándékot, és hallottam, hogy odasúgta a Vikinek, hogy gyorsan együk meg, mert már ő is kapta valakitől. Ez volt az egyik, de várjál, elvettem, egy bombonos doboz volt, ami egyébként 2013. december 22-én vagy 21-én finoman le is járt. És rájöttem, hogy az ő családjuk és baráti körük finoman ez a körbeajándékozás történetet nyomja, hogy itt egy arces az megy tovább, itt egy doboz bombon azt kapom én, ott egy valami, azt kapja valaki. Ott egy molcsicsi csipkesd ide. Tedd rá erre vagy arra, hogy ennél rohadékabb dolgot kevésbé tudok elképzelni. Ez egy nagyon híres magyar cukrászda által kiadott ilyen díszdobozos bombon csomagolás, ami ott van az állatkert mellett, mindegy is, hogy melyik. És ezt ő nem szereti. És elmondta... És már a nagymamája A nagymamája se szerette, illetve a dédapja hazahozta az első világháborúból, már nem tudták, nem tudták megenni. Visszahozta isonzolton, mert azt mondták, azért mindent megesznek be. És félreívom a Vikit, és mondom, hogy fél, nagyon kedvelem a barátnődet, meg ne törődjön bele, hogy az én halászlevemet eszi meg. De majd, ha én is 2013-as rántott halszeleteket adok neki. És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez mégsem pofátlanság. Mert átgondoltam az elmúlt 5 évemet, és rájöttem, hogy 26 dolgot kaptam, amit mert azonnal... Mert a 3/4-ét ő zabálta meg így. 26 dolgot kaptam, amit azonnal továbbadtam. És hogy ebben még sincsen semmi, mert önvizsgálatot tartottam karácsony után, amikor lefüleltem Editünket, aki egyébként ezt a kis használt, ilyen féli megrágott zserbót adta nekem sok szeretettel felirattal. Nagyon finom volt, egy darabot nem ettem belőle, majd lejárt. És rájöttem, hogy ezt én is csinálom. De nem lejárt. És még most karácsonykor 2 én is továbbadtam. De lejárt. Nem, lejártat, nem. Ennyi tisztesség legyen. Én a bort kapom balról, és tudom, hogy 26-án jön valaki kis zacskóba be, és már adom is. Vagy adom az acskóra, figyelj, mert bele szoktak írni. Az acskóba bele? Igen. Én kaptam olyat most. Az nagyon kellemetlen. Zolinak névnapjára szeretettel. De komolyan ez volt rajta. Mert van az acsi, és a szoktak a szárára, vagy a fülére. De mi nem ilyen kis cetlit raksz, vagy egy kis könyvecskét, vagy a mi fülére az? Van gyárilag egy ilyen kis széthagyhatós könyv, és abban volt Zolinak névnapjára szeretettel. Na, mondom, köszönöm meg, vagy honnan jött. Tehát, hogy arra figyelj, azt szedd le róla, és akkor utána már mehet. De ne legyél már paraszt, hát Zoli is örült neki. Vagy én is örültem. Hát érted, azért is te is kaptál. Hát, ha na most Zoli örült neki, Feri is fog neki örülni. Jó, csak hát szerencsére nem azt a bort küldte, amit ő kapott, vagy az üres üveget, hanem az jó volt benne a bor, de bele volt még írva, hogy Zolinak. Szemétség ezt egyébként így tovább adni? Igen. Én rájöttem, hogy közben pedig egyébként tökre megment. Hát, ha valakinek ízlik az a bombon, nem? Hát azt szerintem senkinek, mert kinyitottuk, és kicsit ilyen avas volt a teteje már konkrétan. Tudod? Ó, fehér csoki a kedvencem, nem? Nem, az penész. Az nincs ezzel baj. Szerintem de nem, ő ezt vállalta, mert odaszólt a Vikinek, hogy egyétek meg hamar, mert én nem szeretem, mondta ezt a Vikinek. Tehát ő ezt kicsit félig beismerte, hogy egyébként ezt ő továbbadja. A kellemetlen az volt, mikor ott közösen megfejtettük, hogy ez 2013-ban még le is járt. Persze ezen a család nagyon jól szórakozott, tehát ebből nem csináltunk nagyon titkot. Én meg azonnal, nyilván nagyon hangosan. De most mikor járt le ez a kis csokolád? Nézzük csak meg! Ó, Edith, köszönjük szépen, 2013-ban le is járt Miki, ez a csokolád. Miki, de most minden édesnek örülsz, azt zavar, hogy a 2 éve lejárt, legyétek meg gyorsan. Igen. Szóval, hogy ez egyébként jó. De most te tudod például minden tárgyadról, hogy hova adtad tovább, kitől kaptad, mert a legveszélyesebb az, amikor kapsz valamit, eltetted, és egy fél év múlva, megyünk a gizijékhez, vigyünk már nekik valami ajándékot, leveszed, és visszaviszed ugyanazt.
Ráírod, hogy kitől kaptam? Nem, azt így nem írom rá. Cetli? Azt nem írom rá. Éváéktól 2013 karácsonyára. 27-én jött át hozzánk egy baráti társaság, és megkapták tőlünk a valaki a Szegál Viktornak azt a zöld ilyen szakácsot. Igen, amit ajándékba hozott ide nekünk. Igen. De nem, képzeld el, hogy nem. Balázsnak szeretettel. És ez nekem, nekem beugrott, és állunk az ajándékszacsornál, és mondom Vikinek, hogy figyelj, nézzük már bele, nincs benne, hogy szeretettel Balázstól, mert én is kaptam egy ilyen könyvet. Viki pánikbe esik, elkezdjük föllapozni a könyvet, miközben fölmegy az ajándékozás, hogy megnézzük, hogy benne van, hogy szeretettel Balázsnak. Mert ugye mi kaptunk egy ilyen könyvet, bizony. És abban viszont bele volt írva, hogy Szegál Viktor szeretettel. Megnyugodtunk, hogy nincs, mondom, semmi baj, akkor kivágjuk ollóval azt az egy. Csak a betűket. Vagy csak a betűket körbevágjuk, vagy kivágjuk ollóval szépen finoman. És gyorsan lerohantunk, megnéztük a garázsba, hogy nincs benne, hogy szeretette Balázs. Emlékezett a Viki, hogy nem ő ezt megvette, és azt adtuk. Tehát az nem egy továbbadás volt, de beugrott. Én most rohadt ideges vagyok emiatt, mert valakinek ígértem egy példát a te könyvedből, és a végén azok a rohadt kuponok, ugye ott lejártak, vannak, és már az egyik ki van vágva félig. Nem, ki van vágva a kupon az egyik. És nem tudom úgy kivágni belőle snitzerrel, hogy ne látszódjon, hogy kivágtak egy oldal. Pedig ezt kérték. Akkor itt elmondom. Van bennáll az asztalon, nem komúzok. Már csak antikváriumban van egyébként. Mit? Nagyon nincs már. Akkor mondd meg, hogy neked kellett a kupont kivágtad, ők akarták a könyvet, te meg a kupont kivágtad. Antikváriumban nem találtam meg, ezt egy méhnél szeretem. Több köbmétert átúrtam, de nem, egyébként tényleg ez van. És ki van belőle vágva az egyik a végén, és most tök mint, hogy bajba vagyok, hogy hogy fogom belőle kiszedni. Mert a másik meg dedikált, kettőt sikerült belőle. Túlnom. És a név az jó, vagy... Nem, hál' Istennek csak annyit írtál, hogy szeretettel Balástól. Tehát most oda rohannak és beleírok valami kamu nevet. Nem, már nem, hallgatónak lesz. Bocsani, beírtam, hogy Józsinak. Józsinak hívják? Nem, sajnos nem. Szóval ez a tovább ajándékozás, ez egyébként én rájöttem, hogy ez egy baromi hasznos dolog. Nem, jó. Ez undorító. De hogy tök praktikus. Kapsz egy doboz csokit, nem ízlik, már rakod be, kaptál egy bort, de te rozét iszol, de vöröset, hopp, már meg vagy, már adod be, megvan már egy ajándékcsomag, egy csomag csoki, egy csomag bor, már adod szacsorba, ő örül neki. Tudod, mennyit kaptál te is, amit tovább ajándékoztak? Tudod, mennyit kaptunk mi is? Szerintem az ország fele tovább ajándékoz. Higgyétek el, hogy mindenki kamuzik. Most állsz a kis polcod előtt, na jó, ezt már úgyse használom semmire, akkor ezt odaadom. Nem, most nem erre gondolok, hanem arra gondolok, amikor jön egy baráti társaság, és mit tudom én, mindenki egy kis aprót vesz. Akkor gyereknek megveszed, a csajnak egy csoki, pasinak egy üveg bort. Tehát amikor nem ilyen nagyon személyeset veszem, mint közeli család, hanem ilyen kicsit ilyen tágabb értelemben ajándékoztok, akkor ilyen mennek ezek a közhelyes dolgok. Egy bor, egy csoki, a csajnak kis játék a gyereknek, az menjenek. Nem? Azt húzzalak már. Ezt menjenek már, mert mennék aludni. Így van, saját életüket. De nem így van? De, szerintem ez tényleg, ezért kell azt csinálni, hogyha valaki például nem borozik olyan sűrűn, mint mondjuk én, nem, illetve mint mondjuk Feri, de én nem borozok sokat, akkor le kell fóliázni. Én már mint a bort? Nem, porosodik a pincében. Ne, fóliázz le. Elég, hogy a távirányító le van nálatok fóliázva. Legalább a bort, ne fóliázz le. Megjelennek rajta ilyen kis pöttyök a címkén, meg az egész, és nem ajándékba adott bor, azt tudod nagyon jól, hogy nem jó, ha úgy néz ki, mint a pincékbe tárolt ilyen múzeális borok. Hát dehogy, mert azoknak jól hitetni, áll a minden. De lehet ott hitetni, hogy ez egy nagyon régi jó bor. És ott állnak lefóliázva azok a borok, amelyeket majd tovább fogsz adni? Igen. De miért csodálkozol, hogy le van fóliázva, annak az ülőgarnitúra is le van fóliázva, meg a távirányító már, nem az életük. Meg a WC-deszka is, hát nem azért van, hogy lekopjon. De miért kell lefóliázni? A borra megsérül? Vagy mert össze, az a baj, hogy... megkarcolódik a címke? Igen, megporosodik, meg mit tudom én, tehát hogy így nem annyira jó. Nem annyira jó, és akkor szépen betekerem így izével, így folpakkal, és akkor úgy rakjuk be. Aha. Van egy ilyen bortárolónk. Borhűtőbe befóliázol? Érted, hogy ha mi már benne van, az már nem az én hibám, ha rossz. Érted? Csak ne porosodjon, ne legyen koszos. De egy... Aha. Hűlá, ha, ott ez... Nem csak nekem fura, azért úgy... Veled vagyok, most de én szeretem, hogy ne fóliázod a bort. Én gondoskodó ember vagyok, én gondolok arra majd, akinek örömet próbálok megszerezni vele. De miért fogod a bort, megfogod egy szivacsal, áttörlöd egy nedves, kevésbé nedves rongyal, és készen van. Szutyok lesz, hogy nem lehet normálisan takarítani. De hol értek egy építkezés mellett, hogy poros lesz? Nem, hát a pincébe történik. Nem úgy használjuk a pincét, hogy akkor lerakunk oda valamit, és akkor fél év múlva leszedjük a lakatot, azt lemegyünk. Nem, hanem hogy folyamatos forgalom van. És minden egyes kívülre, ugye, mert azt mondtad, hogy fóliába tekered, tehát nem látod, hogy mi van bent. Ugye? Tehát nem folpak, hanem alufólia. Nem, folpak. Ja, folpakban van. Jó, mert az előbb alufóliát mondtam, mert akkor gondoltam, hogy a folpak fölé van egy kis címke rakva, hogy be... Józsi Ektor Rozé! Rozé, 83, Cabernet Sauvignon. Öcsi Ektor Furmin. Hogy nem szereted, add tovább. Ezt nyithatod, ezt szereted. Hát jó, figyelj, de legalább aki bort kap tőle... Ez ritkaszor, ezt ellenségben. Szúrjál ki vele. Júli, hello, nálatok ment ez a tovább ajándékozás? Vagy vettél észre karácsonykor, hogy lelepleszted a rokont, hogy tovább ajándékozott? Mert...
szemét dolog, de én kicsit közben rájöttem, hogy szeretem. Nem, én gyerekjáték bizbasz gyűjtő vagyok. Anna, az az, egészségünkre. Az, amikor beteszem a szekrénybe, rendszeresen kapunk olyan ajándékokat, amikkel én tudom, hogy a gyerek legfeljebb 10 percig fog játszani, viszont tele lesz vele az egész lakás. Gyöngyök, aha, ilyen kis kézműves kis hülyeségek, azt amiket valószínűleg úgy vásároltak meg a rokonok, barátok, messziről érkezett idegenek, hogy leemelték a polcról, és bedobták a kosárba. Meg se kérdezték, hogy mire vágyik a gyerek. És ilyenkor kell azt mondani, hogy ne haragudjatok, sajnos már megvan a gyereknek, valakinek adjátok oda. De én nem szoktam azt mondani, én beteszem a szekrénybe, és tovább ajándékozom. De akkor te is csinálod. Hogyha van olyan, amire tudom, hogy a gyerek nem fog vele úgy játszani, tehát tényleg csak arra jó, hogy kinyitja azt, odébb rakja 10 perc múlva. De olyan nincs, hogy ezt a gyerek majd eldönti, hogy ő akar vele játszani, és nem agyú dönti el? Van éppen elég játék annak a gyereknek. Hogy csinálod, hogy miközben nyújtja a gyerek felé Ilona néni a kis ajándékot, vetődsz, belenézel a csomagba, és még oldalt fordítva kiveszed belőle, hogy a gyerek nem vegye észre? Áj, ez csak akkor működik, hogyha tömegével kapja az ajándékot. Például egy nagy születésnapi bulin megérkezik 120 vendég, 120 ismerős, mindenki hozza a kis papírzacskóját, egy idő után egyébként azt se tudod, hogy kitől kaptad, mit kaptál, és találsz benne olyan dolgokat, amikkel tudod, hogy a gyerek nem fog játszani, vagy ha játszik is. Tök javas egyébként. És akkor azokat úgy félreteszem, és akkor előfordul, hogyha nagy krízis van, mert valakit elfelejtettem, akkor gyorsan körülnézek, hogy mit és biztos, hogy örül neki. Loire-menti kastélyok, 3000 darabos pázli, meg van belőle 2810. Figyelj nekem! Igen, igen, és abból 2000 csak az ég volt, tudod. Csak a világos kékék volt, tudod. Nem felhős, semmi nincs, raki, egy sirály van a bal szélen, tudod, old meg. Istenem, hány könyvet ajándékoztam volna a szerkesztőségből. Tőlünk? Igen. Miért nem vitted? Mert alá van írva. Ja. Egyébként tényleg, most, hogy új év van, mondjuk el azoknak, akik nekünk könyvet küldenek. Ne írják. Hogy ne küldjenek. Ne, küldjenek, csak ne írják már oda, hogy szeretettel Janinak, meg Balázsnak, mert kapunk egy csomó első író, vagy első írótól első könyvet, kapunk egy csomó szakácskönyvet, hogy nagyon helyesek, hogy meg nagyon örülünk, mert mindent bemondunk, hogy kaptunk, csak ne írják bele. Könyvet aláírni amúgy is szerintem szeretném. Így van, hogy hagyd tudjuk továbbadni. Ne dedikáljátok, és könyörgünk celofánba. Celofánba, hogy lássuk, hogy mi van benne, hogy ne is kelljen kicsomagolni. Imádom a Szegál Viktort, és nagyon helyes Pali, de annyi embernek... Zseniális az a könyv. Zseniális, annyi embernek tudtam volna már odaadni, ha nem írta volna bele, hogy Sebestyén Balázsnak, mert hogy én olyan béna vagyok, a konyhában nem főzök, a Viki szintén béna, szintén nem főz. Nekem van belőle 10-15 kedvenc receptem, azokat kitépem belőle. Hát, ez többi mehet tovább. De van ez a kis tapétavágó, tehát csak ki kell megni. Nagyon egy pici csík mindig marad. Igen, de hát ez nem érdekes. Nehéz kivágni. Melo, Anna, új a friszkód? Vagy csak hajat mostál? Ne, hát új. Hát új, 23-a. Megtaláltam a régi parokát. De tényleg igen, láttam, hogy kicsit igen, más. Új. Hát egy picit, igen. Igen. Én is le akartam nyúlni könyvet már az asztalotokról, bevallom, de alá volt írva. De mit vittél volna? Hát szerettem volna továbbadni, mert nekem adta volna Jani az egyik könyvet, hogy vigyem anno Tamásét, fejét, de hát odaírta a Janinak. Nem tudtam elvinni. A Frey könyvet akart, ő se dedikálja már. Úgyis 500 oldal. De ugye gyerekek, hogy mindenki tovább ajándékoz, amikor nézzétek meg, van, aki nyúl és tovább ajándékoz, asztalról lop és tovább ajándékoz, van, aki csak körbe ajándékoz. Én szerettem volna, mert Jani tök aranyos volt, hogy mondta, hogy elolvasná, de hogyha annyira akarom, vigyem. Tovább kell írni, hogy Janinak nem szívesen adnám oda, de neked, Anna! Keres egy Jani nevű ismerőst, akinek át tudod adni. De nem, ki akartam, az is benne van. De még jó, hogy észrevettem, gondolod, de odaadom. Gondolod, szerintem nagyon kellene. Na, az már rosszul esne. Tehát ha Edittől ez a kis bomba, mondtam, jó, belefér, mindegy, de nagyon vicces. De amikor bele van írva, hogy Józsinak szeretett a házassági évfordulóra, és állszott hülyén, és megkapod. Azért. Szóval azért az már tud rosszul esni. Hogy magyarázod ki? Az sehogy. Hát sehogy. Annyira kedvelek, annyira szeretlek, annyira tisztelek, hogy Jani legféltettebb kincsét elhoztam neked. Hát azt már tényleg se, hogy úristen, de hogyha még bekamuzott, hogy figyelj, nem, mert voltam könyvesboltban, mert annyira, én tudom, hogy ennek te nagyon örülnél, és kinyitja, és benne van, hogy Janinak, vadon Janinak szeretett. Hát ezt az... Te engem a Szegál Viktor levert a víz. Levert. Mondom, most, hogy olyan könyvet szeretette Balázsnak, és átadjuk, az valami rémségesen kellemetlen. Hát igen, az. Én ezért örülök most, hogy az egyik benzinkút hálózatnál most van egy ilyen akció, hogy elviheted azt a könyvet, amit már nem használsz, ami már nem kell neked, ami nem tetszett annyira. Egy liter benzinkút. Nem, hogy elolvassák a kutasok. Semmit. Semmit nem kapsz érted, de leteheted. És ez egy hatalmas ajándék, ha valakinek annyira elfoglalta az íróasztala, mint amilyenek, úgyhogy én már össze is húztam egy kupacba azokat, amik így évközben összejöttek. Csinálj már mi is ilyen akciót, ha valaki a használt 500-asait nem használja, mert tegye már itt nekünk az asztalon. Én a régi 10 000-et is tudom használni. Ha nem használod, nem kell, tedd már itt nálunk az asztalon. És mit csinál a benzinkút a könyvvel? Bárki bemehet és választhat közülük.
Ja, hogy te el is hozhatsz. Persze. Aha. De ingyen vagy ők, te beviszed és ők eladják. Ne, hát, nem, nincsen belőle lobé. Aha. De ez egy tök jó kezdeményezés. Ez egyébként egy jó ötlet, igen. Na jó van, várjuk az SMS-eket. Jó, ki milyen turpiságra jött rá karácsonykor, ki milyen ajándékot kapott, amit esetleg hát úgy vett észre, hogy valami szörnyű felirat volt rajta, se a név, se a dátum, se az időpont, se az esemény nem egyezett. Jó, írjatok nekünk SMS-eket. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 5 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, január 5-e van, egyelőre nincs dugó a fővárosban, legalábbis azt látjuk, hogy a felüljáró jól megy, a forgalom halad mindenki, és Richeli is azt írja, hogy harmadannyian vannak az utakon, mint általában. 5-e van biztos? Kérdezi. Gyerekek, mi van, valaki még ráhúzott egy pár napot? Mert az SMS-ekből is látjuk, hogy úgy ébredezik az ország, mindenki tényleg kicsit még szilveszteri, karácsonyi ünnepek után így pihegve, de hogy nem az az SMS mennyiség van leginkább közlekedésben, tehát látjuk, hogy még kevesebben vannak, de nálunk indul az obi, az iskola, minden van. Igen, nem? Érdekes. Hogy van ez? Mert például én reggel az ülői úton azt tapasztaltam, hogy hát meglehetősen tempósan igyekeztek páron odaérni a munkájukra, vagy bárhol máshol, vagy hazaérni, mert úgy mentek, mint az állat. Tehát én pont arra számítottam, hogy itt reggel olyan SMS mennyiség érkezik majd a különböző közúti balesetekről, meg mindenféle torlódásokról, meg ilyenekről, olyanokról, fennforgásokról, hogy ihaj, csuha. És hát közben nem. Képes, meg közben nyugi van, igen. Na, mi nagyon érdekes dologról beszélgettünk, ugye karácsonykor abszolút aktuális, hogy kit mivel bántottak már meg, ami nem biztos, hogy rosszul esett neki effektíve, de tud embereket érzékenyen érinteni, ha az úgymond tovább adott ajándékba futnak bele, és azért kiderült, hogy mindenki kicsit utálja, de mindenki kicsit csinálja. Tehát mindenki adott már egy ajándékbort tovább, csokit, könyvet, ha bele van írva, az kicsit kellemetlen. De ugye arról beszélgettünk, hogy idén karácsonykor sikerült néhányunknak leleplezni egy továbbadott ajándékot, és kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, hogy ki mit fedezett már fel. Hát van vicces, és van kevésbé vicces, valami azért egészen kellemetlen is egyébként, hogy mit kap az ember. Barátnőm december elején szült. Akkor mesélte, hogy feleslegesen vett szoptatós hálóinget, mert nem is kellett hordani a kórházban. Karácsonykor szoptatós hálóinget kaptam de tőle. De jó, de aranyos. Tudod, ez az elfelejtett, hogy elmesélted a sztorit, majd annak adott tovább. Igen, ezt Nóci küldte nekünk. Főnököm adott karácsonyra bombont, kibontottam, és az volt beleírva, Kati néninek szeretette. Tomi, Kati néni. De tehát akkor a főnököm is már nyilván, ő, lehet, hogy egy férfi a főnök, tehát már ő is kapta Kati nénitől. Igen, Kati néni a főnök felesége. Ja, és avas volt. Elegánsan az asztalra tettem, ezt Henny küldtenek. Én az anyusomtól kaptam sampont 2 éve, ugyanaz nem továbbadott ajándék, de az SMS, ő 15 éve vágom kopaszra a fejem. Hát attól még azért kell hajat mosni. Fejbőrápolása nagyon fontos. Igen. Pár éve karácsonyra vittünk a rokonoknak illatszer csomagot, egy héttel később a két bátyám ugyanabban a csomagoló papírban kapta vissza. Hát még át sem csomagoltam, de tényleg. Át kellene? Hát nem, legalább át csomagolni, nem? Persze, ha már ugyanoda adod vissza. Jaj, hát tudom, te is ezt szereted, én is. Hát nem egyet vettünk. Orvos barátomtól kaptam ajándék italt, italozacskóban, amiben volt 20 000 forint kis borítékban. Később tisztáztuk, hogy egy betegtől kapta. És te visszaadtad a 20-ast? Hát ne haragudj már, de úgy értettem volna. Köszönöm, doktor úr. Azért az kellemetlen, mikor a doki nem vette észre, hogy ott a 20 000 az alján, nem? Azért az kemény. Gravírozott névjegykártya tartó, csak nem annak a neve szerepelt rajta, aki kapta, az is kellemetlen. Barátoméknál észrevettem, hogy az étkezőből hiányzik egy kisebb, elég érdekes stílusú kép. Megkérdeztem, hogy hová tűnt, azt mondja, nem tudja. Másnap megkaptam a névnapot. De ez hogy van? Úristen, holnap jönnek a Józsiék, Jézus, akaszd már azt a képet a falról, csomagold már be. Hát, hogy adsz? Hogy adsz egy képet a saját faladról? Az hogy van? Hát igen, és az a jó, amikor leakasztod a falról, becsomagod, odaadod neki, és ott nálatok kapja meg. És látja, hogy a falon ott egy kísértetiesen, ugyanabban a méretben hiányzik egy folt. Valami a farról. Igen, és kiszúrja, hogy az onnan jött. Nagymamámtól kaptam egy parfümöt, ami hagyján, hogy használt volt, de még férfi is. Zsani vagy. Nagyapád úgy szerette az illatát. Nagy irafkozott egy kicsit, továbbadta a parfümöt, azért az is érdekes, igen. Anyum könyvelőként dolgozik, egyik orvos ügyfelétől kapott egy ajándékcsomagot, miután kibontotta a kosárka alján, talált egy köszönöm doktor úr feliratú borítékot, benne 5000 forint. Nagyon jó. Én ezt szeretem, ez nekem tetszik. Készpénzt adsz. Az csokit, az bort és készpénzt. Na, mi kell még?
5000, 20 csak 000. Forgalomban lévő legyen. És nem pedig olyan, amit te kaptál 20 évvel azért. 2013-as karácsonyra a párom unokatestvérének vettünk egy szép gyertyatartó gyertyával, becsomagoltuk szépen, ráírtuk Boldog karácsonyt, Livi. Ugye milyen szép? 2014 karácsony másnapján a családi ebédnél megkaptam tőle ugyanazt, ugyanazzal a csomagolással Boldog karácsonyt, Livi felirattal. Vágtam egy pofát, de nem szóltam. Úgy csináltam, mintha nem vettem volna észre, üdv Bea. Azért a szemtelen, nem? Ki se bontotta. Meg se nézte, nem is örült neki, és ugyanúgy visszaadta. Legalább ne annak, akitől kaptad. Na jó, de pont ezt mondom, ugye, hogy erre kell figyelni marhára, tehát föl egy kis cetlit rá, ilyen posztitet, hogy kitől kaptad és mikor, és akkor már nem fog ugyanoda visszamenni. Én múlt karácsonyi ajándékomat, amit az egyik rokonomnak adtam, egy ismerős családi polcán láttam meg most ünnepek. Hát én azért azt imádom, csinálsz egy gyertyába egy kis kerámia hóembert, adod valakinek, és egy harmadik ember polcán találod meg, nem? Fontos tudni, hogy kerámikusnak tanulok, és az egyik első kész tárgyamat adtam neki. Nagyon rosszul esett. Hát igen, mert az meg érzelmi töltet van, hogy első... De ne? Akkor pont azért, mert első, most valószínűleg nem sikerült, úgy értsük, meg a, értsük meg a rokont is, hogy azért a rokon gyorsan továbbadott rajta, egy első, egy kerámikusnak tanuló első mű azért az még nem egy. Hosszú még az út, de a végén lesz valamit, szívesen elfogadnék tőled. És milyen, amikor így ülsz az ebédnél, és így fölnézel a polcra, és ott van? Egyszer ott látod, kicsit oda mész, megnézed, kezedbe veszed, és rájössz, hogy ez már valakin keresztül jutott oda. Igen. A nagynéném áthívott beigli sütéskor, és azt mondta, készített csomagot, nekem megható volt. Uh-huh. Majd elővett egy zacskó használt ruhát, mondván, ez az, és munkás ruháknak jók lesznek. Na, korrekt. Hát felhasználás. Mi most mit dobja ki? Azt, hogy készítettem neked csomagot, azért az erős. Na, jól van. Oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Az is jó, hogy nekem kicsi doboz szép csomagolás benne, cetli, erre futotta. Boldog karácsony. A doboz kapta? erre futotta, igen. Az előbb mondtam ezt a számomra nagyon szimpatikus könnyűjtési akciót az egyik benzinkút hálózatnál. Itt lehet, hogy pontatlanul fogalmaztam, itt azért rászorulóknak gyűjtik ezeket a könyveket, tehát ott nem cserélgetünk meg, nem vesszük el, hanem olyan fiataloknak gyűjtik, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak, hogy könyvet vásároljanak. És nem tudom, hogy tart-e még, de az év végéig tartott. Ez azért bánt, mert pont januárban 3 névnapot ünneplünk, és már én is rákeresem, hogy hol tudok bemenni 3 könyvre a benzinkút. A jó szíved, érted, hogy a rászoruló fiatalok előtt. Még 2 darab jeges tár tudnék mellé csomagolni gyors, és már gyorsan patintottam volna tovább. Kicsit fáj, hogy ez most akkor nem, ez már nem megy ebben a formában. Mert... Nem, Kafka az még, nem, az még nehéz. Egy Erik Eszner, az jó. Az jó lesz, igen. Na, jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. 8 óra után hívjuk az illetékeseket, Dugódi, Matrica, E-Matrica, Frodo, Megye Matrica, Zsákos Matrica. Mindenkit ez érdekel most, sajnos. Mindenkit ez érdekel, gyerekek. A fél országot már megbüntették, mert nem tudta megvenni. A másik fél ország még ül a gép előtt és próbálja megvenni. Az ország egy harmada el se indult inkább, mert azt mondta, hogy nem megyek sehova, inkább nem veszek matricát. Van, aki megvette a sima E-matricát SMS-ben, az most kérdezi, hogy kiváltja a megyei matrica. Szóval valakinek van kérdése, küldje el nekünk az SMS számunkra, 8 óra után szőnyegbombázással betámadjuk majd az illetékes urakat, és megkérdezünk mindent. Jó, egy csomó olyanra nyilván nem gondolunk, ami benneteket foglalkoztat, úgyhogy szeretnénk tisztába tenni ezt a dolgot, küldjétek el SMS-ben, ha van kérdés. Pedig a megoldást tudjuk már, egyébként ez a megye határok másik oldalán a váltóautó. Összedumálsz a rokonnal, aki ott lakik, és cseréltek a felén. Én nagyon jó. Megálltok Komárom-Esztergom megye szélénél, jönnek Zsófikáik Skoda Oktáviába, átültök. Így van, kulcscsere, puszi, mi van veletek, gyerekek, meg vannak, jó van akkor. Kicsit macerás összehangolni. Na, szevasztok. És mentek. Este jövünk. És átültük az ő autójukba, és azt viszitek tovább, vagy ők visznek tovább benneteket, nem, a megye határtól. Hát, csak a kulcsokat adjátok át, és tétlen. Mentek át a megye határon, beültök az ő autójukba, azt mentek, ahova akartok. Ez hogy jutott eszedbe? Ez egy valós szándék volt, nem? Hát jól értem, hogy ez egy valós szándék volt. Érted, azzal is viszik el. És nem is kell, hogy rokon legyen. Egy honlapot létrehozunk, ahol a csereautó program lesz. És akkor te megye határoknál. Megye határig, ott lesz egy kis parkoló, ki leteszed a kocsit, ott hagyod a kulcsot, átveszed a másikat. Tök jó vagy. A világ egyik legélelmesebb nemzete vagyunk, nem, hogy már ezen ne tudjunk kifogni ezen az új rendszeren. Miközben kiszállok az autóból, és kapok egy... Hát Istenem, lájom, ne válogassunk. Egy-egyes Fiat Multiplát azért mondanám, hogy nem jó cseretesok. Vagy legalábbis ne törd össze. Így van, lekarcolod meg úgy még a Smart.
A világ legrondább autója, Fiat Multipla. Tudod, csak az. Milyen sokan elférnek benne, hatan. Az biztos. Jó, az egy vicces kocsi, ne A bánc. Fiat Multipla, az első. Abban nem az a vicces. Abban az a vicces, hogy ez hat emberen átment a tervezési szakaszon, a kivitelezésen, tervrajzokon, imádják. És arra mindenki igen mondott. Nagyon sokat eladtak benne, nagyon jó. Akkor az szerintem már a Fiat még szégyeltnek. Akkor még jó ötletnek tűnt. Biztos szilveszterkor tervezték. Vannak dolgok, amit minden autógyár megbán, azt szerintem már a Fiat is megbánta. Tehát az már biztos. De a harmadik széria jön ki belőle. A Fiat Multiplából? Igen. Aha. Kicsit neked tetszik ez az autó. Hol lehet az első? Nyomd meg! Giuseppe, nyomd meg a gombot! Ez nem mehet át, nem mehet át! Atya Isten, ne, most ez kicsit fáj neked, ez kicsit tetszik. Nekem tetszik, nekem Jézus az első Isten. Tetszik, az volt a legcsúnyább. Az annyira csúnya, hogy az már szép. Minimális szép érzéket sincsen. De van, annyira de pont ronda az a kocsi, az egy izgalmas autó, az végre nem tucat, érted? Nem tucat autó. Tehát az, hogy van egy ilyen lehetetlen szögben megdöntött első szélvédő, és alatta egy polcon van két darab gömblámpa, isteni. Nagyon érdekes. Isten. Tök jó. Ez az új autó? Igen. Már megtört? Nem, ilyen. Gazdasági totálkár? Nem, ez így néz ki. Nem mondjátok, rátok tolatott a nyifat. Hát viccel, jó. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Biztos sokan olvastok bulvárlapot is, és lehet hallani éppen a bulvárlapokban is olvasgatni, hogy kik harcolnak éppen kivel. És ugye most egy nagyon komoly cicaharc van, mert hogy Bálint Antoni és Sarka Kata éppen nekünk ők csak témaindítók. Arról beszélgetnek és üzengetnek egymásnak, hogy ki átkozott meg kit, mert hogy most egy nagy cicaharc van kettő között. A két celeb ugye régóta acsarkodik egymásra, Hajdú Péter jelenlegi felesége Kata, a képkéne halálnormális csaj, kedveljük, cuki, aranyos, tehát Ali egyetlen. Frézser, Josif, Adolf, hát csak a legnagyobbak, mi? Igen. Szóval Katát kedveljük, cuki csaj, és ugye Bálint Antoni a Hajdú exe, álnéven irogat az egyikőjük a másiknak, hozzászól a profiljához. Hát leginkább Toncsi Katának. Toncsi Katának állítólag, de nem tudjuk, hogy ebből mi az igazság. Antónia nyilván ezt tagadja, és hát azt mondják, hogy lehet, hogy itt valaki megátkozott valakit. Fekete mágia is van, itt tartozik. Ez már mindennek az alja. Hát valaki megátkozott valakit. És állítólagosan van egy módszer, ami arról szól, hogy te meg tudod nézni, hogy téged megátkoztak-e. Saját kezűleg nem kell hozzá mester. Hogy Csak így leülsz valahova, igen. És akkor megnézed? Hát vagy, hát attól függ, hogy kiről van szó, ha őről van szó, akkor nyilván itt még Kata állt a fürdőszoba tükör előtt, így néztem, és elkezdett törni a hajam vége. Jaj! Ha megátkozott ez a rohadék. Még ha nem is ezeket a szavakat használ. Rajtam van a rontás. Igen. Állítólag, ha van tojásod, akkor... Aha. Ha van. Kiderinthető. Ha van kettő. Tessék? Hát azokat ne törjük fel azért. De azért, hogy... Hát nem, a Péteréről van szó, nem az enyémről. Ja. És van egy kis kávézacod, akkor Frabato el tudja mondani, hogy téged megátkoztak-e vagy sem. Miért éreztem úgy, hogy fel fog merülni Frabatónak a neve? De ő korrekt, mert ne haragudjál, bármikor fölhívtuk, mindig segített, emlékezzetek vissza, rontás, rátétel, levétel. Vízgáz, igen. Mindenben tud segíteni. Tojás és kávézac? Tojás és kávézac. Tehát gyakorlatilag minden magyar háztartásban meg tudjuk nézni. Hát ez mindenhol van, mindenhol. Hát tojás és kávézac, hát. Óriási. És le is tudod venni ezzel? Vagy csak ez azt mondja meg a tojás? Nem, meg, hogy van-e rajtad? Hogy van. Van, és hogyha van, akkor menjél el a Frabátóhoz és vetesd le. Ugye? Na ezt igen. Már mi nem ajánljuk senkinek, illetve hát mindenki megnézni menjen, mindenhol tudod levetetni csak egy hely. Nyilván. Kit nézzünk? Magunkat nézzük, hát, vagy hát Katáikat nézzük. A magadra tudsz csak nézni. Nem, állítólag bárkiét meg tudod nézni. De mi mantrázom, meg tudjuk nézni, sarkokat. Hogy most Kata rakott-e Bálint Antóniára, vagy Antónia rakott-e Katára rontás, mert a két csaj nem kedveli egymást. És ennek mi most Hadas Kriszta és Máté Krisztina oknyomozó riporteri hozzáállással tudjuk megnézni, hogy kín van az átok. Várjál, akkor de ehhez kell fotó? Megnézzük, hogy Antónia rakott-e Katára. Mert akkor, fia, akkor javaslom, fotó? Akkor legyen. Nem, hát róluk egy-egy fotó.
a kávézat meg a tojás mellé, hogy azért be tudja azonosítani, az a nem tudom, az a másik, az a igen, az remény. Reménykedsz, hogy végre legálisan tudsz sarkakat a fotókat nézegetni? Vagy ja, mi nem kell hozzá fotókat? Illegálisan is nézegetek. Csak akkor javasoltam volna, mert akkor mit tudom én, legyen mondjuk a Toncsitól mondjuk abból a sorozatból válaszolunk, mint az egykori producer barátja készített róla, a tengerparton egy közös nyaralás során szerintem az volt a legjobb. Egy kicsit megvannak a képei. A Katáról meg legyenek azok az állítólag véletlenül előkerülő fotók, amiket a Péter készített róla egy tengerparti nyaraláson. Jó, dobjuk be ezeket. Antoni azt mondja, hogy ő egyébként nem járt Frabátónál, és nem járt Jósnál, tehát ő nem rakott rontást Katára. De ez az állítás, hogy rakott, ugye? Aha. És ezt kéne kideríteni. De ezt nem lehet autodidakta módon, hogy beírta rontás? A Google-ban. Aha. Rontás, szerelmi rontás. Azt mondja, hogy ő Enter. Csak... Enter. És akkor kidobta neki valahol. Hajszálat. Igen, és belopakodott a hajdújékhoz, és kitépett Katából két hajszálat. Vagy nem lehet, egy hogy mit tudom én. Kecskevért. Vagy sokat néztem mondjuk a Trónok harcát, és mondjuk egy vérmágiát alkalmazott mondjuk a Kata ellen, hogy itt legyen, mondjuk aludtak is álmában egy vitrői kirándulás után belopózott, mármint a Katáig volt a kilagos, és ki tekert belőle egy, hogy hívják ott, egy félig életképes kullancsot, ami benne volt a Katának a vére, és beledobta. Elégett egy öngyújtó lángjánál, vagy ilyesmi? De ez lehet, hogy ez megtörtént, nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy Antónia járt Jósnál, de ő azt mondja, hogy nem kért rontást, és nem kért átkot senkire. Aha. Csak egy képsorozat miatt találkozott Frabátóval. És mondd el! Egy közös képs... Azt nem tudom, hogy milyen képsorozat miatt, de hogy egy fotózás miatt találkozott Frabátóval, ő ott nem kért rontást Katára. De van tojásunk és van zaccunk. Nagyon jó. Akkor nézzünk rá. Mondd el nekem, Jós! Mondd el! Legyél őszinte! Nem lesz Jós, még tojás. Saját műsorom a Viaszat 6-on. Na. Zavaros a kép! Zavaros! Nem látok tisztán! Opálos a sárgája. Hoppá, nem, sajnos azt is Horváth Éva viszi. Igen, mindenkire arra gudni fog a Toncsi. Itt a Frabátó, jó reggel Frabátó, hello! Szervusztok, béka, vese, varjusztem, jó reggelt mindenkinek. A legnagyobb. Tudtad, hogy hívni fogunk, mi érezted? Hát valahogy így keltem a reggel föl. Járt nálad az Antónia? Volt, nem egyszer, nem kétszer, de minden kétet szeretnék elosztani, rontást nem kért senkire. Tehát volt nálam, beszélgettünk pár dolog, hogy újság hozta, de ilyen, hogy rontás, ilyenek nem. De amit kevertetek, és nagyon-nagyon jók vagytok abban, hogy mesztelen képet kell rakni igazából a tojás mellé. Ez nagyon jó, burkoltátok, de nagyon jó. Igazából személy szerint a tojást és a kávézatot kevertétek, mert a kettő együtt az nem működik. Aha, a legegyszerűbb, ha esetleg van nálatok tojás, akkor mindenki ráírja a saját nevét a nyers tojással héjára. Ha ezt kéne várni egy órát, de nincs időtök rá, ilyesetekben az nem számít. Szóval ráírod a nevedet, utána föltöröd. Ha az a tojás megzápul vagy megromlik, akkor rontás van rajtad. Ha nem, akkor igazából mentes vagy ezektől a dolgoktól. Döbbenet, hogy ezt még valaki benyalja. De nekem nagyon érdekes, de nekem ez tetszik. Ez működik. Tényleg? Személy szerint sokkal egyszerűbb, mondok egy jobbat a hallgatóknak, ma telehold van, illetve holnap reggel lesz 4 óra 20 perckor, de ha ma este egy tojást, egy nyers tojást raksz az ágyad alá, és úgymond csúnyán fogalmazok, szexet erőszakolsz ki az a párodtól, miközben a tojás ott van az a ágy alatt, és másnap ezt a tojást bedobod egy folyóvízbe, akkor úgymond a következő egy hónapban a szexuális élete csak felét fog irányulni. Nem tud másfele elmenni, nem tud elmenni egy másik összetevős a dolog. Tehát ha tojást rakok az ágy alá, és másnap folyóba dobom, akkor az asszony csak velem szexel. Aha, de szexelnetek kell. Minden szex az kell hozzá. Aha. Az a szex az kell hozzá. Tehát szexelnem kell az asszonyjal. Így van. Tojással az ágy alá. Tudom, valakit már dobja is a dolgot. Hát, annyit nem én. Ez sok meló van ebben, tojás is, ágy alá is menjek, a folyóba is vigyem azt a tojást, hát ne csinálj. Ennyi, amit nem ér az egész, de valakinek ér. Hogy tudom megnézni, hogy most van-e katárontás? Itt van nálam egy tojás. Ráírjam a tojásra, hogy Kata. Ráírod a nevét. Igen. Elég, ha ráírod a nevét. De ez Kata nagykorú. Rendesen rá kell. Valami tollal, szimbolikusan ráírod. Igen.
Meg kéne rakni a fényképet, teljesen mindegy, hogy miért, tetszés szerint lehet választani, lehet olyat is, amiben lengé van öltözve. Ki kell nyomtatni, vagy elég mondjuk egy telefonon behívni a képet az internet segítségével? Mindenféleképpen ki kéne nyomtatni. Aha, az a következő, sétálják el a Dunához. Nem, az egy másik sztori, az a Petike sztoria, tehát egy másik sztori, az nem a tiétek. Igen, és utána? És utána felbontod a tojást, ha ez úgy megromlott, hogy zárt tojás, akkor nagyon komoly rontás van rajta, ha nem, akkor igazából mentesettel a dologtól. Aha. Akkor nincs rajta rontás. És figyelj, hogyha esetleg mondjuk ezt lerövidítem ezt az ügyet, és mondjuk megnézem a tojáson a bélyegzőt, hogy meddig jó. Friss. Van egy ilyen, egyébként nagyon komoly, most kitalálták már, applikáció. Tehát igazából veszélyes, telefonon kapsz egy SMS-t valakitől, amiben egy megfelelő szöveg van elrejtve, mit tudom, szeretlek téged, drágám, de úgy van számmisztikai összetévőben az S betű, most mondtam valamit, akkor igazából egy szellemi rontást kapsz. Ez már működik, tehát ez a New Age. De le tudod venni azt is, ugye? Egy másik applikációval. Hát az csak én, az csak én. Ki más? Úristen, mekkora piáros vagy te, Jézus, Atya, egy másik módszer, amit még meg tudnak otthon csinálni, ami most már megint annyira nem, ez a kávézac, amire már utaltatok. Most már ugye ez a kapszulás kávé van, tehát ez nem mindig jó, de a régi, amikor megfőztük a kávét, és maradt az adsz belőle. Ha ezt hagyod megszáradni, tehát ez a nedvesség elmúlik vörösen, ilyen sivatagi homok szerint működik, akkor szépen fölülről egyfolytában elkezded lefolyatni a kávézatot. Ha piramis mintát ölt magára, akkor nincs rajtad rontás, ha középen egy kráter marad benne, akkor rontás van rajtad. De érdekes a kráter. És olyankor az, amit mit tudsz csinálni? Te hogy tudjuk levenni otthon, ha a piramisom az lyukas? Nagyon egyszerű, az a baj, hogy mindig váranat kell, tehát nem tud egyből levenni. Következő nap, amikor megcsinálod a kávézacot, akkor igazából a saját fényképedet, vagy régen ez nem volt szokás, nem volt fénykép, a saját személyes dolgodat, akár a hajszáladat, valamit a kávézac alá raksz, utána öntöd rá, és ezzel az ellentétes energiát indítod, megbontod ezt a negatív energiát. Az eszem megáll, hogy tényleg, hogy holjál már. Hogy ezt még valaki benyalja. Hallod? De egyébként várjál, figyelj, hát most nagyon jó, a trónok harcának ugye vége, én is imádom, de van a másik. Nem keveset merítesz belőle nyilván, tehát azért várjál, nekem ez egy jó, hogy ha célja neked az ott alapanyag, de minden részt kielemzel, beszerzed a kellékeket, és azért abból te azért évekre megvagy. Egyébként igaz, de akartam mondani egy másikat, a londoni rém történetek az megvan? Persze, Penny Dreadful. Na, abból merítek. Mert abban vannak nagyon jó részek. Az nagyon jó. Az nagyon. Nekem vannak olyan részek, ami hát van, aki a felnőtt filmekbe tud a részeket kinagyítja, és mit tudom, nekem ez van meglementve, és akkor visszanézem, és megnézem újra és újra. Figyelj. Hány tollas a bagoly? Figyelj, és most csak így tényleg így köztünk szóval, nem járt nálad véletlenül Kovács Lázár vagy Benke Laci bácsi? Nem kértek valakire rántást? Hát elmondom neked, hogy a Benke az volt. Rántást kért? Igen, rántást, és a Lázár ügyben nem szeretnék belemenni, mert ott egy másik fő volt nálam, és abban volt egy kis probléma. Igen. Na most hát ott ugye ez egy ex-barát. Ja, ott volt, igen. Igen. Na most, ha kipróbáljuk a tojást, ugye a sarkakat, a tojását föltöri a Balázs, és hogyha nem zárt, tehát nincs rajta rontás, akkor abból teljesen tiszta. Lehet rántottát csinálni? Abból lehet rántottát, jó. De akkor működik jól az egész, és akkor nincs a műsoron rontás, ha Feri, te ezt így nyersen megeszed. Jó. Ja, az jó, olyan kis Stallone-esen, Rocky-sen. És sok sztár jár egyébként hozzád, Frabátó? Igen. De 8 általánoson felül is? Igen, alatta inkább, tehát általánosból azért kevesen. De hogy azért ezeket benyalni, az valami elképesztő, de én mondjuk imádlak, tudod, hogy szeretnék. Ezek tudom, én is imádlak. Szivárványos a képed van. Volt, tényleg napnak előtt van, abszolút volt. Nem, csak kíváncsi, hogy nyilván neveket nem mondhatsz, csak hogy azért ezt még emberek benyalják. Én döbbenetes, hogy ez hogy ömlik belőled. Ezek a dolgok, ez a tojásos, meg a mit tudom, ezek létező régi ilyen commerce dolgok. De egyébként tudod, ezt sokat mondok, a tudatos gondolkozás, a pozitív gondolkozás. Meg lehet-e spékelni bizonyos dolgokkal, és igazából ezért járnak hozzám.
De érdekes. Egyszer én is elmegyek, kipróbálom komolyan, mert el sem tudom képzelni, hogy tudom, hogy elmegy hozzád, hogy tudom, hogy derülszak jön, és akkor így transzba esed, és akkor már ott vagy egy tájon, ahol Buzuki hangja szól, vagy ahol mindenned a farmered. Élveznéd, mert jó az iroda, koponyák vannak, meg ilyesmi. Voltam már egyszer, és nagyon bejött, nagyon metal volt. Én is ilyen transz, meg ilyenek. Tehát ez egy másik stílus. Aha. Én igazából próbálom a misztikumot megtartani, de azért egy kicsit a új korszak fele menni, hát ebből adódnak bizonyos problémák, de... Nem, ez azért van, mert fél legál szerekre gyúrsz. Igen, Robika írja, hogy hihetetlen ez a frabát, olyan, mint a Kassa Tibi, megél abból, amit csinál, ez hihetetlen. Úgy van, valami nagyon felú csinálja, de valami ezt szereti. Valamiért ez a dolog mégis működik. Igen. Na jó van, vigyázz magadra, köszi, hogy beszéltünk. Köszi, szia. Ciao, hello. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi volt a legelképesztőbb dolog, amit Jósnál hallottatok. Nyilván még talán azok is elmennek néha, akik ezt csak a legintimebb közegükben vallják be, hogy elmentek, de talán nem túlzás azt állítani, hogy legalább egyszer már mindenkit vagy elcsábítottak, vagy rábeszélték, vagy kipróbálta, vagy egyszerűen csak kíváncsi volt, és elment valami félbolondhoz, és... Hát hallott ezt-azt, amiből nyilván azóta se lett semmi, de a legnagyobb bődületes őrültséget mondták neki. Ugye, ha szerelmi csalódás után, vagy párkapcsolati trauma után azért az ember néha odasodródik. Ő is tudja, hogy nem hisz benne, tudja, hogy valószínűleg hülyeséget hall, de mégis elmegy, mint egy ilyen végső kapaszkodó. Sokan járnak így. Extra profitot jósoltak, de aztán kiderült, hogy pilóta játék. Ti kihez mentetek, hogy nézett ki, milyen interiőr fogadott benneteket, milyen volt az illető, mennyire volt beszámítható, mit mondott, és mi az, ami megvalósult, jó? Ki milyen elképesztő dolgot hallott már Jósnál? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Frabátóval. Beszélgettünk a hírek előtt. Én még mindig össze vagyok zavarodva. Mindig olyan hatással van rám mindig, amikor beszélünk vele, annyira egy teljesen más dimenzióba. Döbbenetes, hogy ez hogy jön még belőle, mintha olvasná. Tehát a teliholdkor tegyél tojást az ágyad alá, tört föl, kapd el az asszonyt, és reménykedj abba, hogy egy hónapig utána kötélnek el, kérdezze valaki, hogy az Imány Lindát szeretném, akkor a fényképét tegyem az ágyamra, és úgy tegyem be a tojást az ágy alá. Figyeljetek, én nem mondom, hogy egyébként ebben a műfajban nincsenek jók, tehát maga az asztrológia, a karma asztrológia, azért itt van nagyon sok hasznos dolog, ami valóban használható, ami azért bizonyos tényekre, csillagmozgásokra alapszik, de számomra ez egy kicsit rejtett dolog. Tehát ez a vegyél két csirkelábat, egy kitömött macskát, vegyél két üveggolyót, egy madzagot, egy mini létrát, tedd a létra alá az üveggolyót, törj föl egy tojást, ebben kevésbé hiszek. Az, hogy vannak olyan emberek, akik ráéreznek bizonyos dolgokra, tudnak jót mondani, van valamilyen képességük, látnak, éreznek dolgokat, matematikai műveletekkel néznek. Ugye hát azért nem is szabad ebbe belekeverni az asztrológiát, mert azért az szerintem abban van tudományos alap, és azért az egy elismert dolog. Most ebben valaki hisz, valaki nem. De most itt nem szabad összekeverni a dolgokat, mi csak és kizárólag azon jósokról beszélünk, akikhez tényleg elmentél, kitömött macska fácán volt a szekrénynek a tetején, kapták két tojást a kezelbe, egy döglött madarat táncolnot kellett énekelni, és közben csigavért szórtak a fejedre, és levették az átkot. De mi ezekről beszélgetünk. Vannak jók szerintem ebben a szakmában. Megütögette egy picit a kontaktívás vezetékes kristálygömböt, mert elment a fénye. Igen, levette a szent Louis Padre képét, megcsókolta, majd elkezdett neked jósolni. Hát amiket látok kereskedelmi tévékben is, hát az eszem megáll, komolyan mondom. De, hogy valaki felhívja a Zsuzsát, az auralátót, meg Józsit, a pszisebészt. Ott a pszímet lehet megműtetni? Igen. És akkor érzem a pénzenergiát, és akkor Ilona az asztrál síkon utazó, tudod, olyan nevek, olyan titulusok, és valaki betelefonál, és akkor azt mondja, hogy igen, most érzem a pénzenergiát. Aha, nézem bele a pénztárcába, van benne 30 forint, ugye, ahogy van? Döbbenetes, hát ott az ember mit lát. Na, és ugye arról beszélgetünk, vagy azt kértük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt az, amikor valami elképesztő dolgot hallottatok, meglepő volt, megdöbbentő, és aztán az egészből nem lett semmi. Nagyon sokan írják egyébként, hogy vannak olyan hallgatóink, akik jót hallottak, és valóban bevált. Ezért mondom, hogy ilyen is van.
De hát szerintem több a kókler. A Jósnál a szobába beérve a kezembe nyomott egy preparált macskát, majd megkért... ő itt cirike. Majd megkért, hogy gondoljak a bajaimra, és mondjam el a cicának őket. Miközben ő zümmögött, hogy na, én erről beszélek. A preparált macskának beszmond a problémáidet. La, egy 20 000-esért, nem több. Csak egy 20-as fél óra. Majd a preparált macska megoldja. Azért a szituáció, amikor kezedben egy preparált macskával, ami adott esetben egy ilyen falapra van rácsavarozva, nézel az élettelen üvegszemekbe, és akkor mondod, az a bajom, hogy a Józsi már több mint 3 hónapja nem nyúlt hozzám. Erősen nézen a szemé, és mondja neki, és közben kérek kacsingot. Ő pedig egy madárjelmezben körülötted ugrál épp, igen, és fácánvért tesz a homlokodra. Igen, na, mi erről beszélünk. De vannak jó példák, és ez ennyi elképesztő. Öreg alföldi városi kártyajósnő volt, sose látott, nem volt közös ismerős. 19 éves lány voltam, most 50 év után is döbbenetes, előre minden megmondott. Ránézett a kártyára, azt mondta, nem közeli utazásra készülök, pár nap múlva elindultam Nyugat-Európába, azt mondta, apukám nagyon beteg, nem otthon fekszik, ez is bejött, minden úgy volt, nem kevés gyerekem lesz, és még egy életre szóló szerelmet is elmondott, és az is úgy lett. Kell lennél több? Tehát, hogy vannak azért... Nagyon jó. Ránézett a kártyára, és azt mondta, ez egy flörshöz még kevés. Igen. Én egy ismerős jogásznő ajánlása alapján jutottam el Frabátóhoz, férjemmel megromlott viszonyunk miatt. A pasi semmit nem kérdezett, rá sem nézett a férjem fényképére, azt mondta, a rontás van rajtunk, 60 ér lesz. Nagyon helyes. Hát, mert neki nem kell, de gyerekek, félreértitek. Hát miért kéne nézze a férjed fényképét? A 60 combos azért. A 60 pici nagy terület. Rontás de ha volt. Sikerült és nagy rontás volt, akkor örülünk neki. Ja, de ketten voltak, ez fejénként csak egy 30. Az igaz. Igen. Éva küldte nekünk. Nekem egy hókuszpók ezüst szűrőt cserélt valahol a szívemnél. Azért az is nagyon kemény. Ezüst szűrő. Ki kell cserélni önnek az ezüst szűrőjét a szíve körül. Egy kolléganőm dolgozott nála, mint valami segéd valaki, ezért mentem csak el, hogy kicserélje az ezüst szűrőt, 8000 forintba került. Ezüst szűrőt kellett. Hát nem, azt mennyi 8000? 8000 forint. 8000. Nagyon. Az alpaka csak 6. De és megmutatja ilyenkor, hogy mit tesz be? Aha, fog egy látod az ezüst szűrőt? Hát legalább tudjam, hogy cserél mi van egy a szívem benzin szűrőt, körül. Egy pollen szűrőt, egy olaj szűrőt, és aha, a szívednél egy ezüst. Ott is az van az autó szerelőnél is, utána megmutatja, hogy ezt tette ki. Igen. Opszi, nagyon jó. Sokáig nem hittem benne, míg el nem mentem. 10-ből 8 dolog beteljesült, úgyhogy csak a születési dátumot kellett megadni. Olyat is kipróbáltam, aki energia alapján mondott dolgokat, és olyan egészségi dolgot mondott meg, ami 26 évig nem tűnt fel az orvosoknak. Jó, műsor, üdv nektek, R. A 8-ból az egyik az volt, hogy nem ad számlát. És be is teljesült. Igen. Bunkok vagytok, halvány fogalmatok sincs, hogy mennyire működik, és igaz dolog az, amiről beszéltek. Egy kedves idős jósnéni azzal kezdte, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyereke, és a ballagására meg fog hívni, ez már 5 éve történt, a férjem kiborult, majdnem elváltunk, minden év nyarán a ballagások környékén frázban vagyok, hogy mikor jön a meghívó. Hát igen. Szerintem ezzel legalább ugyanannyit lehet ártani, ha valakinek valami olyat mondasz el, amit egyébként nem tud, és azt mondta, hogy egy évben belül beteg leszel, és az fogalma nincs, dilettáns, és utána egy éven keresztül várod és bevonzod, szóval azért hát, nagyon sokat lehet ezzel ártani. Valaki erre fogékony, hogy egy nagyon komoly lelki csomagot ráakasztasz, és adott esetben, mint ebben az esetben, róla. Igen, leakasztasz egy komoly összeget, és egy nagyon komoly lelki csomaggal pedig megterheled akár évekre. De voltatok valaha valakinél? Én voltam Frabátónál. Hát azt meséltem nektek, egyszer elmentem oda, azért tudtam, milyen jó, hogy milyen jól néz ki a kis bűnbarlang. Nagyon menő koponyás, és akkor mondta, ez volt azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt, 2 éven belül amerikai utazás. Mondta neked? És munka is. Mondtam, hogy 2 baj van Frabátó, az egyik, hogy nem megyek, tehát hogy így nagyon látszik, de az még hagyján, mondom, nyelvi korlátaim lesznek az országban. Neked az ott nem kell. De miért mentél rá hozzá? Frabátóhoz. Kíváncsi az ember a jövőre. De! Úgyhogy ilyen volt, ezeket mondtam. Elmentél Frabátóhoz. Hát a legnagyobbat kellett választani. De várjál, Feri, nem rosszul emlékszel, és nem azt mondta. Adok telefonszámot azért. Nem azt mondta, hogy szívesen. Van jobb. Hogy sok munkát látok neked, Feri, és nekem pedig ebből egy amerikai utazást. Lehet, hogy ezt mondta, csak félreértettem. De a legszebb ez volt az, hogy amerikai meló. Az amerikai út, gondolhatott valószínűleg, úgyhogy ez volt.
És bejött valami? De nem, de hogy jött be, mi jött volna be, hát itt ülök most is, hála Istennek, de nem volt ilyen rántást, nem kellett levenni, vagy jóslást, vagy mi az rontást, úgyhogy ennyi. Érdekelne, hogy azért... Tehát milyen téves kódolás alapján jutottál el, mert imádjuk, szeretjük, de azért ott valami nagy lelki, ott valami nagy lelki válság kellett, hogy legyen, hogy te elmentél Ferabátóhoz. Nagyon jó, nagyon jó. Mindent megoldott. Hát látom, milyen hosszú nagy, és gyümölcsöző amerikai utat lett belőle egyébként, igen. Te voltál valahol ilyennél? Nem. Soha? Azt mondtad, hogy voltál Ferabátóhoz. Egyszer forgatni, nagyon bejött a hely. Te valahol félrevonultatok azért 10 perc, és mutogattad a tenyeredet. Az szenzációs volt, tehát hogy ez nagyon működ. A hely az nekem nagyon tetszik, tehát hogy van tényleg egy óriási hangulat, van az egésznek, bemész, és akkor ó, és ez a sötétség, és micsoda hangulat, és micsoda féle, ez is kell hozzá. Nem, csak hátralékom volt, és az elmű lekapcsolt. Hát igen, érdekes. Érdekes dolgokat tapasztal azért az ember. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes témával foglalkozunk most így 8 óra után, méghozzá keressük az önjelölt őrülteket a családban, vagy a családon belül, ugyanis hát szerintem mindenkinek van a rokonságában legalább egy olyan ember, aki ha családi összejövetel van, karácsony van, születésnap van, névnapi köszöntés, előáll egy bizonyos produkcióval, és először 50-szer, 100-szor elmondja, megcsinálja, megteszi, elmeséli. Ugye? Hát ez minden családban van, mert hogy egy angliai asszony a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. A nő egészen döbbenetes egyébként. Én nem tudom, hogy ő erre mikor jött rá. Vagy ő ezt már tudta magáról, hogy ő ilyen dolgokat képes. Hát hirtelen csak úgy nem ugrik be szerintem az embernek. Az vagy szerintem kis kellett. Kanál, nagy kanál. Biztos vagyok benne. Ez igen. A klasszik hátvakaró, aminek egy kéz van a végén, ilyen behajlított ujjakkal. Ez egy abszolút klasszik hátvakaró. Igen, mutatom a videót. A nő az egész egyszerűen zseniális. Itt ide egy hallgató, hogy kérdés, hogy mi volt a mondat, amikor megtette, hogy azt mondta, hogy na nézd, apád miért jött hozzá. Elfogyott a puncs, a beigéből sincsen már elég. A lány a szeme láttára ládásul, na most ha nem tudom, hát én nem vagyok azért annyira, nem is tudom micsoda, de hogy azért így a lányod szeme láttára nem biztos, hogy lenyelsz egy hátvakarót, mondjuk a lányod 10 éves, hát nem? Hát kinek mutatod meg először? Csak családban, nem? És hogy tetszik a produkció, aztán irány, egy nagy színpad. Igen, egy nagy darab szőke hölgyet látunk ezen a videón, aki mosolyogva vagy vicsorogva, ezt nem tudjuk eldönteni, támaszkodik egy asztalra. Na most vannak, tudjátok, azok a kamu kardnyelők, akik úgy nyelik le a kardot, hogy közben a kard összemegy a szájában. Tudod, a 8-ból 8 fakír az nagyjából így nyel kardot. Hogy van egy műanyag kard, ami egyre kisebb lesz, lenyelés, hogy húzza ki a kard újra hosszú. A legnagyobb átverés. Hát, vagy csak ti nem jártok túl színvonalos előadáson. Én már azért láttam olyat, aki elkészített, de hogy nem. Hogy nyel egy széles pengélyű kardot? Lenyelik, hát ez egy külön művészet, ezt lehet gyakorolni, nem. Persze. Azért Indiából származik a hírek szerint, és hogy van ilyen. Én láttam már olyat. Most menőzöl itt a Lőrinci vándorcirkuszra, érted? Hát megfogtad el, ott ült egy 8-es, Miért gyanik a részt? Apa, nézd, lenyeli a kardot, fogta, és így bedugta mögé, és mi hirtelen látod a vállánál megjelenni a kardot. Tehát, hogy láttál komoly produkciót. Nem a vállánál, a két lapockája között jött, és nagyon mérve. Igen. Na, de nézzétek meg ezt a nőt, mert szerintem ő igazából lenyeli. Nem követendő példa, senki nem próbálja ki, nem is azért beszélünk erről, tehát tényleg ne csináljátok. Egyszerűen csak maga a dolog érdekes, hogy jut eszébe egy nőnek, egy teljesen hétköznapi háziasszonynak otthon, hogy lenyeljen egy hátvakarót. Most mindegy is, hogy mit mond, ugye elindul a videó, nagyra nyitja a száját, papa erre ugye azért nyilván büszke, és eltűnik benne a hátvakaró. Hát a papa örül, igen, de... Aha. Tehát, és nem mellé dugja, nem maga gyerekek. Mögé dugja, nem az a trükk van, hogy oldalról látod, és úgy tűnik, ráfekszik már. Ez nagyon jó. Ráfekszik a konyha asztalra, háttal, tehát a tarkója van a konyha asztalon, és folyamatosan tolja magába a hátvakarót. Na, ez az a pillanat, ahol lebukott. Na most aztán nézd már meg, hát nem egyenes a teste. Ahhoz képest így áll a test, és így tolja magába. Vagy ez egy ilyen flexibilis hátvakaró? Ez egy ilyen rugalmas hátvakaró. És közben mutogat. Figyelj! Tehát magatok elé képzeltek egy Tracy kinézetű csajt, ami Tracy nézett így ki. Igen. Ugye, vagy néz ki most vagy is, ugye régebben megszólalt. Valamit ő folyamatosan mutogat, hogy mit vegyek. Hogy levegőt. Húzzátok ki! Hogy fölfele, valaki húzza már fölfele. Segítsetek, húzzátok ki!
és a lánya rendületlenül videózza, de valószínű, azt nézem, hogy nem először történik, mert a lány nem esik kétségbe. Nem. Tehát a nő mutogat, kalimpál, valamit próbál jelezni a lányának, a lány meg teljesen egykedvűen videózza. Hát vagy ez nem a lány, és akkor már a statív is mozog. Mert hogy egyébként lehet, hogy fixre van véve a kamera, és hogyha megfigyelitek, amúgy középen lehet csak látni, a képnek a két széle az valamiért le van fedve. Én nem tudom, hogy ott mi történik mert abban a pillanatban. Úgy álló videót csinál. Ja, ott nagypapa, ott nagypapa szöges ágyon fekszik. Igen, ott valaki térbe nyúlja. Ott valaki szöges ágyra feküdt. Tehát gyerekek, most komolyan mondom, tehát tényleg senki ne próbálja ki, ne csináljátok, fiatalok hallgatnak bennünket, ne kövessétek, jó? Tehát nem azért beszélünk róla, de komolyan elmennék egy ilyen családhoz karácsonyozni. Tehát ha náluk irigy vagyok, tehát náluk, ha ez egy szimpla kedd délután, tehát mi van karácsonykor? Mi van egy születésnapon, ha ez egy kedd délután történt? Én konkrétan érted? Én így vagyok, náluk csak olyan volt, hogy nézd, házi szilva, 2 dl, 1 húzóra. Érted, ebből sok. Tudod, mi van a két letakart oldalon? Azok a családtagok, akiknek nem sikerült. Ja, tényleg. Egyébként igen. Akiknek nem jött össze, igen. De elmondta a nő előtte, hogy na nézd, a pár is ezt szeret. A pár is ezért jött hozzám. Szóval nálatok volt a családban ilyen önjelölt, én nem is tudom, bohóc, kicsit bolond, őrült, aki vagy sztorizott, és mindig ugyanazt, és te etted a levest, és tudtad, hogy 26 óra jön, és azt is tudtad, hogy egy adott pillanaton jön elő azzal a történettel. Vagy produkciózott, vagy bemutatott valamit, vagy szavalni kezdett. Mindenhol van egy ilyen őrült, após, anyós, nagypapa, nagymama, szülő esetleg, nem? Nálunk a születésnapok egyik legszebb pillanata még gyerekként, amíg kicsi voltál? Kicsi voltam, amikor az egyik rokon azt a dolgot szerette volna bemutatni, és 10 éven keresztül minden szülinapkor, az ő szülinapján meg kellett volna nézzük, akkor délután 3-kor érkezett meg az a pillanat, hogy na most figyeljetek, unikum, kicsi pohár, feles pohár, figyeljél, fölteszem ide az orrom végére, és már azt mondtuk, hogy nem fog megállni, fölteszem az orrom végére, meglököm az orrommal, és bekapom. Ki volt? Ki volt ez a szerencsés? Engedjük el. Jó, kicsit lapos volt az orra, tehát föltette az unikumos parrat, meglökte az orrával, és hogy az majd befordul a szájába, és ő úgy issza meg. 10 év eltelt, egyszer se sikerült, elérkezett a 11. év, amikor az volt, hogy na most figyeljé, üresen fölteszem a poharat, megállítom, önstele, azt úgy fogom majd bele. Szóltuk, hogy Zoli bácsi, ne, tényleg ne. És 13 éven keresztül minden egyes rohadt évben ezt a trükköt próbáltuk megnézni, vagy mi néztük is, de soha egyetlen egy alkalmas. Ha valaki később a családtagok közül, az meg úgy jött, hogy Zoli na, bácsi, unikumus trükk meg volt már. Nem, azt meg kellett várni. Figyelj, fölteszem a poharat. Na, meglököm az orrommal, figyelj, most sikerülni fog, gyakoroltam. És soha. És mindig, so, és mindig 13 év, és a 10. mindig évben kellemetlenül érzed magad, tudod, hogy jön, a család felsóhajt, amikor túl van rajta, ugye? Jó, tehát, nem sikerült megint. Igen. Ezért jó, ha minden évben születik egy gyerek, mert mindig van legalább egy új réteg, akit megtalálhat, akinek ez tetszik. Akit érdekelhet. De például azt értem, hogy hogy jön rá egy ilyen nő, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát látok egy hátvakarót, nem érzek ellenállhatatlan ingert, hogy lenyeljen. Vagy viszket a torkod? Vagy vérenyelsz, és kerehig a gyomrod, és keresel valamit. Tehát, hogy hogy jössz rá egy ilyen képességedre? Hogy te a lányod előtt le tudsz nyelni egy hátvakarót. Tehát meglátod? Vagy látsz egy hosszabb cipőkanalat, és azon elkezdesz kísérletezni rá, és hogy megy a cipőkanál, akkor megy a hátvakaró is? Vagy hát, hogy mit tudom, hogy jössz erre rá? Hát valamit keresett a gyomrába, ki akarta szedni belőle, az nem lehet, hogy mit tudom én, érted? Nézd már csirkepörkölt, de nem kell menni az ajtón, érted, ott volt a kezében a kulcsom, de jött egy bejövő hívás, és a szájából vette a kulcsot, és elkezdte keresni a telefon. Utána lenyelte a izét, lenyelte a kulcsomot, és ott a hátvakaróban megpróbálta kihúzni. És a lányának mondta, hogy vedd föl kis lányom, ez nem követendő példa, igen. Kazi azt írta, azt mondta a nő a lányának, fiatalkoromban csináltam dolgokat, amire nem vagyok büszke. Igen, még eddig a gyomromban van. És lenyelte a hátvakarót. Nálatok valami önkéntes, valami Lőrinci presszóban, valahol családi összejövetelenben? Ja, nem, nálunk csak az erő... Szavalás, pohárevés, bármi, mindig, ami... Mindig az erőművészkedések, illetve a... De az erőművészkedés, hogy valaki belenyomott a kis ágyba? Le tudok vele googolni, és fel tudok vele állni, és nem mindig sikerült vele felállni. Tehát egy ez volt a jó. Kellemetlen. Hogy ezért rakja még rá, fel tudok vele állni, és akkor egy barrel. De ez nyomorult. De ez annyira nyomorult. Ne, vicces egy szórakoztató, volt persze, de hogy közben... Volt, az volt, az csak olyankor volt gáz, amikor a szegény anyámat is belekeverte a pánt. Na, ülj föl a hátamra. Hogy úgy alázta meg a haverét, és azt mondta, hogy ezt még Ica is megcsinálja. És jönni kellett anyukádnak megcsinálni? Igen. És meg kellett, hogy felpakolták, de...
rápakoltak édesanyjára a súlyokat, és fel kellett felállni. De mit tettek rá, egy rudat, egy fekvegyomó rudat? Egy rendes, hogy egy guggoló rudat, egy kétkezes súly rudat. És felrakott rá 50 kilót a pám, és anyám legyukolt, és felállt vele. És simált. Neked a nappali közepén anyádat guggoltatták egy ízé súlyzó rudat, nem áll. És az volt a ciki, hogy a kocsikísérő haverjé nem tudták megcsinálni. És anyám beleguggolt. És anyám meg lement, meggugolt a szemfölmet, és főzött tovább. De úgy simán megcsinálni. Körülbelül semmibe, egy másába guggolt bele, vagy egy 80-ba? Egy 50-esbe beleguggolt? Simán. Mama, azért az... Beleguggolt, fölment, aztán kavargatta tovább a rántást. És te közben ott tologattad a kis lepkédet, és mondtad, gondoltad, hogy a családod talán ilyen? Apám úgy tudott alázni, hogy senki. És eljött az a pillanat, hogy Jamos Janika, te mutasd meg. Jóska, annyira gyenge, jó, még az Ice is megcsinálja. Itt, gyere már le! Simán megcsináltatta vele. Körülbelül egyébként ez egy ilyen... fiatalok voltak, bohémok. De nem képzel, elképzelek, én akkor mindig téged látlak gyerekként. Tehát ez ilyen történetnek, ha valaki elmesél, mindig a gyerekre gondolok, hogy ő vajon mire gondolt, hogy ült a kis Janika, a kis mit tudom, cumiával, mi hat évesen. Nem, miért ott állt a gumiszandálban, rövid nadrágban, és majszolgattam egy nagy lekváros kenyeret, és tök büszke voltam anyám. Igen, egyébként megvan a kép. Kis fehér zokni, szandál rajta, a kis kék adidas, vagy ilyen kis rövid, nejló rövid nadrág, egy fehér póló, amit lehettél, és egy óriási kis serci. És volt hogy ő az én múlterom, ő az én múlterom. Egy jelvény, Magyar Vöröskereszt, meg alatt egy fővárosi gyógyszertári központ. Ilyenek voltak ott, meg másik oldalon pedig egy kiváló dolgozó csillag. Igen. Azért mamának a referencia videója nem rossz. Tehát ha esetleg elválnak, és felkerül egy randi oldalra, nem azért azt gondolom, hogy ez a fajta videó ezzel azért így pillantok hát alatt. Hát mennyi tűnt el benne? Jellemzés. Egy méter. 49 éves, szeretek főzni. És egy videót be. és linkálsz egy videót, és abszolút megvagy. Mariana, árok, jeligére várunk. Igen. Na, nézzük a hallgatóinkat, ugye azt kértük tőletek, drága Morning Show hallgatók, hogy írjatok nekünk olyan családtagokat, akik szeretnek szerepelni, és különböző kúsztokat csinálnak különböző összejöveteleken, legyen szó tényleg szülőnapról, karácsonykor, bármikor, amikor kettőnél többen vagytok, úgy érzik, hogy elő kell állni azzal a trükkel, amit még nem csináltak meg, vagy már százszor megcsinálták. Nálunk a nagybátyám játszik minden lagzin légzongorán. Légzongorán. Hát Jópár Pálinka után. Ez ő magáról nem tud. Ez a léggitárnak a komoly zenei megfelelője. Így van a légzongora. Nem, valószínűleg játszik a zenekar. Játsza ugye a kis mulatos dalokat. És utána tolja. Igen. Aposom üvegpohár, hamutál, váza. Figyeld. Minden összejövetelen, ami a kezébe kerül, azt megeszi. Nem, hát tegyetek ki. Én láttam ilyen talpon állóban üvegpoharat tenni ember. Tehát az a típusú ember, aki megvárja, amíg sokan vannak, fejével összetöri az üvegpoharat, kér egy szalvétát a kezébe, tör egyet a fejével, kicsit megvágja a fejét, kicsit vérzik a fejével, hogy Sanyi, itt már mindenki ráfér, Sanyi ne csinál, Sanyi hagyd abba, megint el meg a por. Hát finom, ez nincsenek baja. És a vékony talpas poharat, tudod, amit üdítőt töltenek, az a kicsi vékony, az jó ízűen elfogyasztja. Egy méterről láttam, nem hittem el. Hogy erre ember képes. Nem, és nem tudom, hogy mondta, hogy adjon már valamit, vele tudom folytani, és akkor kapott, mit tudom én, nem egy tudom. Egy fél pálinkát, meg egy házmesterfröccsöt, és kész. Mert azt mondják, hogy meg tudod emészteni. De Sanyi megevett egy üvegporrat. A szádat, azt simán el tudod vele vágni. Persze, és ebben benne van az, hogy kicsit a kezed, kicsit a szád, tehát az egész valahol egyébként nagyon nyomorult, ahogy te ezt végignézed. Érzik a szádsanyja, bucsuk, borostam. És tudják, hogy Sanyi elérte azt a maligán fokat, ahol megeszik egy poharat. És már szóltak neki, hogy Sanyi, ma ne. És szólt a presszós lány, a kislány, hogy fogynak az üvegporrak. Legyen szíves, ne egyen meg ma megint egy poharat. Mondta, Sanyi készülsz berúgni. Sanyi készülsz berúgni, ne edd meg. És megeszi. Megeszi. Ez a Bölcsi utcában van egy nagyon kis kedves presszó, látogatjátok meg, nagyon tanulságos hely egyébként a 14. kerületben. Hát ott szép dolgok történnek. De mondjuk mokkás poharat evett már? Nem, mindig csak ezeket a régi, tudod, vékony falu talpas. Igen. A legklasszikusabb, és a talpas sose ette meg, mert az egy kicsit mindig vastagabb volt. De csak a szárát meghagyta, mi? megmaradt a szára, igen. De érek többen is, apám minden lagziban megeszik egy üvegporrat. Tehát ez nem egy egyéni produkció, ezt azért így sokan csinálják. De hogy nem jó húsleves, és akkor áttérsz rá, vagy hogy? Eszedbe jutna poharra tenni. Apámnak minden... Hát. Apámnak minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Azért ez is nyomorul. Minden karácsonykor meg kell húzni az ujját. Na és mi jön belőle? Hát mit mondjak, rohadt nagy mutatvány. Ja. Már unokái vannak, most velük produkáltatja magát.
becsülöm, hogy kitartó az öreg. Tudod, amikor a gyerekek unják, akkor a 6 éves Pistike még örömmel húzza meg. Hát ha meg is gyújtják, akkor izgalmas. Izgalmasabb. Lopakodok a nagypapa mögé egy öngyújtóval, igen. Az apusom pártitkár volt, már 25 éve nyugdíjas, de minden családi összejövetelen mond beszédet, amely így kezdődik. Kedves elvtársak és elvtársnők. Az van nagyon. Ezt Edi küldte nekünk. Nagyapám mindig elmesélte, hogy dugta vissza a babát az anyjába, illetve az anyába, amikor mentős volt, amikor mentős volt, hogy a kórházba szülesse meg, ne a mentőbe, ezt minden összejövetelen elmesélte. Zaporozsát írta nekünk. Az ötödszörre már ezt a sztorit is unod, nem? Hát én nem unnám. Azért ez elég izgalmasan hangzik. Apukám minden családi összejövetelen előadja a japán számolási tudását, pedig nem is tud japánul. És ez mindig ugyanúgy kezdődik. Na, tudjátok is, hogy van a 10 japánul? És minden évben ugyanígy megy a sztori, fogadjunk. Hát tudjátok, hogy számolnak a japók, nem mondom. Fá, figyeljél! Ichini, sarashi, kokoruku, csokoruku. Hát mondjuk, ha így mondja, az tényleg nagyon kellemetlen, de valószínűleg nagyjából így mondja. Igen. Na, írjátok meg nekünk még SMS-ben, jó, hogy hol vannak önkéntes szereplők a családban, mit csinálnak, mi a produkció, és mióta fárasztanak benneteket, jó? Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc. Múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hát vannak elképesztő történetek, ugye az önjelölt szereplőkről családon belül. Ugye hírek előtt arról beszélgettünk, hogy egy angliai nő, nem tudjuk igazából az okot, se az érveket, nem ismerjük semmit, megmutatta a lányának, hogy kell lenyelni egy hátvakarót. Ezt tényleg senki ne próbálja ki otthon. És a kislány lelkesen videózza, nem tudjuk, hogy mennyire kislány, de levideózta az anyját, azért elég szürreális lehet, hogy anyádat látott fetrengeni az étkezőasztalon, miközben éppen próbál lenyelni egy hátvakarót. Tehát ez legalább annyira durva, mint amit elmondtál, Jani, az a sztori, hogy apád belegugolt. Hát, nagyon kemény. De hogy a gyerekként miket kell átélni, ugye, hogy a szülők meg a szülők baráti köre azért milyen érdekes produkciókat tud csinálni. Én nagyon örülnek egyébként, hogy ilyen családok, ki mit tudnak a televízióban, ahol így összejönnének ezek az arcok, és mindenki megmutatná. Zseniális lenne. Egy ilyen civil, ki mit tud. De tényleg, csak a rossz, csak a bénége. Hogy ők miben jó. Ha valaki szeretné, ha tovább jutna Szabó bácsi, akkor szavazzon. Igen. Na, van egy hallgatónk, itt van a vonalban. Halló, jó reggelt! Sziasztok, hello, Rita vagyok. Hello, Rita. Na, nálatok ki az önjelölt mókamester, aki minden egyes összejövetelen mókázik? A papa. Papa? Kizárólag a papa, igen. A papa az nagypapát vagy apukát jelent jelen esetben? Nekem apuka. Apuka. Fiúnak a papa, és ő nagyon szeret karatézni, mikor kicsit ja, híves. Jaj, már jó hangzik. Várjál, tud is? Tanítani a fiúkat. Nem tud. Ez úgy fújtemát valamikor, de karatézni azt nem tud. Aha. Sok ilyen típusú filmet nézett már, meg Chuck Norris és társaim. Ja, hogy a papa egy ilyen önjelölt karatemester, soha egyetlen edzése nem volt lenn, de úgy érzi, hogy minden tud. Na és mit csinál, vagy mivel fáraszt benneteken? Csak a picikét spicces, akkor odahívja a fiaimat, és akkor hágyj le. És akkor a fiúknak be kell állni, és tanítja őket karatézni. Atya Isten, és szegény srácok mit szólnak ez, hogy csinálják lelkesen? Hát egy darabig csinálták, és már mondták, hogy most már mondják, hogy papa, menj aludni. Aha, tehát a gyerekek finoman menekülnek tőle. Igen, de most már van utánpótlás. Van egy pici unoka is, úgyhogy ő még ezek előtte van. Igen, az a baj az ilyen önjelölt embereknél, hogy mindig felbukkan egy fiatal, akinek ez új, és akinél ők úgy érezhetik, hogy ezt be lehet dobni. Igen. Mert hogy még nem látta, ugye? És meg tudom mutatni. Már várom ezt a pillanatot. De most szobat a díszolágás lesz, úgyhogy... Biztos, hogy lesz megint, folytatódik a Karate Akadémia 8. Figyelj, és ti már mondtátok neki, hogy ne csináld, papa, vagy ez kellemetlen, vagy hagyd a srácokat, ők ezt unják, nem akarnak karatézni. Azért aranyos. Mi jót tudunk rajta derülni. Aha, tehát nem, finoman nem mondtátok neki, hogy ezt ne csinálj. Nem. Uh-huh. Amikor a férjed először látta ezt a produkciót, mert ugye te nyilván gyerekkorod óta kapod ugyanezt, hogy na akkor kislányom Hajime, amikor a férjedet először bemutattad, és az első ilyen ünnepen a papa mondta, hogy na, akkor most ezt megmutatom, mit szólt hozzá? A férjem szerencsére simulasabb családunkban, tehát ő se teljesen normális. Ja, úgy könnyű. Ő balettozik. Akkor figyelj, nem balettozik, hárfázik. De minden karácsonykor. Az nagyon szép. Igen. Oké, köszi, hogy elmondtad, Rita. Csáó, szép napot neked. Hello. Szép napot, hello. Itt van velünk Laca. Hello, Laca, jó reggelt. Csáó, sziasztok. Hello. Szia. Na, neked is van egy barátod, akinek van egy nagypapája. Ja, igen, Szegeden érdekelnek,
és kitalálta az öreg, hogy készülget a halálra, de kicsit viccesen, és ő 80 után fabrikált magának egy koporsót, de fabrikált magának ilyen fenyődeszkákból egy ilyen koporsót, de hogy egész jó, én láttam képet róla, és a szüli napján mindig egy olyan délután körül, mikor érkezik a vendégsereg, unokák, mi egymás, akkor ő ezt kikészíti a nappaliba, felcipeli. Felhozza a nappaliba, tehát valahol tárolja, és oda viszi a nappaliba. Ja, a tető az nincs rajta, tehát lehet látni, és halálosan komolyan eljátsza az öreg, hogy milyen lehet majd akkor, ha ott állnak az emberek, és most azt is kitalálta, ja, van egy unoka, akit a fia rávet, hogy ha már virágot visznek, dobják is rá, és most kitalálta, hogy a boldog szülinap helyett, esetleg mehetne ez a temetési valami, így rátuningolva erre is. Figyelj, és abszolút, tehát egészséges, lehet vele beszélgetni, elmondja, hogy miért csinálja, igen? Ne, ő csak azért, hogy szokja. Aha. Hát ez szenzációs. És hogy kell elképzelni, hogy ti megérkeztek, vagy a barátod, amikor megérkezik a családi összejövetele, papa már ott fekszik, vagy belemászik mindenki szeme láttára, és megmutatja, hogy majd milyen lesz, amikor ő... Nem, ő úgy szokta csinálni, úgy szereti, hogy ő már előkészülve várja úgy abba a pozícióba többieket. Nagyon jó az. És igazából nem is lehet tudni, hogy valóban megtörtént a szomorú eset, vagy pedig... De azt képzeld el, hogy te mondjuk egy lány vagy, egy olyan csaj, aki elkezd járni azzal a sráccal, akinek ugye az apukája vagy a nagypapája, és megérkezett, teljesen ártatlan, hogy ilyen családi rendezés, és azt látod, hogy egy nagypapa tök fekszik egy koporsóba a nagy szoba közepén. Hát mutassam be a nagypapámat. Papa, kelj már föl, hogy nem hiszem. Tehát inkább az mehet, hogy maradj csőben, semmit nem mondjál, csak tedd rá a virágot. És tényleg rá kellett dobni a virágot is, amikor mentetek? Vagy amikor ők mentek? Az egyik is csávó rádobta, de én azt javasoltam olyanéknak, hogy lehet, hogy meg kéne viccelni az öreget, én ott előtte játszanék el egy szívinfarktus, mintha éhalnék meg, és arra mit reagál majd a koporsóból az öreg. Felküldj be, fiam, helyettem neked más kell. Igen, egy gyors csere. És mit mondta, hogy miért csinálja valóban azért, amit mondta, hogy ő felkészül erre, vagy ő így próbál ezt erre rákészülni, vagy oldani nyilván a szorongását, és humorizál, ugye? Szerintem humorosan ez nyilván valami kis hóbort a részéről, de nem elmebeteg, tehát képben van az öreg. Hol tartja a koporsót? Lent a pincében. És ez egyedül fölviszi a lakásba? Nem nehéz, nem egy nagyon komoly robosztus dologra kell gondolni, de az alakja lekente, leszínezte, tehát szép igazából. Atya Isten, hát ez de ez tök jó, mert valahogy előkészíti a családot, és aztán nem lesz akkora dráma, amikor sajnos bekövetkezik, mert előbb-utóbb ugye befog mégis. De ez nagy arc. Szerintem az is vicces lesz. Ez nagy arcra val. Figyelj, és te voltál ott, láttad, vagy ez csak fotón sikerült, vagy te részt vettél egy ilyen, és ott voltál tényleg? Nem volt szerencsém személyesen látni, csak mesélték a barátok, meg egy fotót kaptam telefonon keresztül, hogy ez tényleg igaz. Hogy ott fekszik. Én nagyon jó fej. Aha. És föl is öltözik? Tehát szépen öltönybe öltözik, vagy csak így a melegítőbe beugrik a koposa, vagy megadja a módját, és fölöltözik rendesen. Én úgy láttam, hogy öltönybe van, de ő amúgy is abba szokott részt venni. Esetleg el lehet menni úgy, hogy mindenki menjen feketébe mondjuk a születésnapjára, ha már. Aha. Papa nagyon kemény, a születésnapján befekszik egy koposóba. Azért ez kemény. Hát ehhez képest igen, Laca, gondolom nálatok normálisan zajlik egy születésnap, tehát ez nagyon überelni nem lehet. Nem, általában nekem. Nyilván egy család is kell, aki ezt így végig asszisztálja, de nálunk nincsenek ilyen. Senki nem volt, aki az öregnek azt mondja, hogy papa nem áll. De, szerintem egy idő után már az, hogy papa másszom, ki legyen szíves, hogy papa másszom már ki a koporsóba. Hatodszorra már nem lepődsz meg, nem? Ha mondod, hogy papa, gyere már ki a koporsóba, léci, újjak még a vendégek. Hát. Vagy lehet, hogy rá kéne gyártani egy hozzávaló tetőt, és gyorsan rászögelni, amikor befekszik. Hát ennyi év után már lehet, hogy azon csodálkoznának, hogyha nem lenne koporsó. Mi történt, papa, beteg? Egyébként igen. Hát ez szenzációs történet. Laca, köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázz magadra, ciao. Szép napot, ciao. Hello. Hát én őt imádom. Nagyon morbid, de nagyon, nagyon szeretem. Nagyon szórakoztató. Nagy családi összejövetelekkor tata feláll, most nem tudom, mit jelent, hogy tata, tehát nagypapa vagy papa, felállt, és mindenki szeme láttára elkezdi szürcsölni a tepsiből az oldalzsírt. Az oldalzsírt. Azt mondja mindig, hogy azért iszik bele, mert azt hiszi, hogy te a... Nyilván azt hiszi. Szereti. Hát, na.
Én az ilyen összejöveteleket imádom. És tehát én azt hittem, az én családom elég volt a 24-én, de azért ez szenzációs. Papa, tegye le a tepsi. Na mindegy, hadd igyál most. És papa szürcsöli az oldalzsírt a tepsiből. Ez szenzációs, nagyon jó. Nagypapámat látogatva mindig öcsémmel meg kellett hallgatnia, hogy szintetizátorozik, pedig nem tudott. A billentyűk sorrendje fel volt írva. Nagymama mindig kényszerített, hogy tapsoljunk. Milyen frusztrált gyerekkor? Tapsoljátok, ülsz az öcséddel is. Tapsoljátok, mert akkor nekem hónap megint hallgatni kell, hogy gyakorol. Úristen! Nagymamám évekig néptáncolt, minden összejövetelen előadott valami. Ahogy idősödött, már anyámnak kellett, később nekem. A gáz most, hogy a fiammal produkáltatja magát. Már kitagadta az örökségből, ezt Évi küldte nekünk. Atya Isten, milyen esemesek. Úristen. Nagybátyám nyugodjon békében, bérház harmadik emelet este 11 után. Ő építette a templomi orgonát, a saját maga által épített templomi orgonán 2 liter bor után nekiállt klasszikusokat játszani. Lebeszélni nem lehetett, a szemközti házban is hallották, szomszéd másnap kérdezte, még nem sikerült eladni? Atya Isten, nagyon jó esemesek vannak egyébként. Nagybátyám minden családi összejövetelen Bruce Lee-nak képzeli magát, és mindig vagy létrán akar átugrani, vagy... Mindenkit magára hív, ez a jó nuva. Mindenkit magára hív. Magára hív. Mondván, hogy fiatal korában 20 emberrel verekedett, és Bruce Lee hangok jönnek ki belőle. De ez a küzdősport, ez miért ilyen központi? Olyan hangot ad, mint amikor a macskák bagzanak. Azért az megvan, amikor azt mondja, jó, igen, és most mindenki. Családi összejöveten állsz egy kis virággal, egy kis borral, nem tudom, öltömjön, és egyszer csak valaki megvan. Na, gyerek, gyere, hala, mozogjál, hello, próbálj meg, jobb, hopp, hopp. És akkor ilyenkor, hogy egyet üts. Figyelj, én ilyen lányon randiztam volna 20 éves korom, mondom, figyelj, elveszlek. Úr, a családoddal együtt, gyere. Igen. Én ezt imádnám, azért egy nagypapa 70-es éve nekiáll Bruce Lee-zni, nem mondta, hogy nem minden jó család. Csinálja? Igen, jó, oké. Okay. Hozzád megyek, elveszlek. Akarom. Magára hívja. Figyelj, vannak még durák. Aposom, minden összejövetelen előadja, hogy hogy vitték el a fogait az UFO-k. Ő a mi ember. Hát én ezt imádom. Hát gyerekek, nagyon beteg esemesek vannak. Kamilla, de nagyon fura. Azért, amikor 6-szor meghallgatod, hogy... Én úgy tudtam, hogy a Patekinak fia van. Igen. Atya, úristen. Apám nem professzor, és nem is doki, de minden családi összejövetelen specialistaként tud 20-25 percet mesélni az aranyeréről, majd 25 perc után szigorúan tanácsot ad. Tehát 25 percig mesél, na, utána jó, tanácsot ad, hogy mi történjen. Kérdés? Anyukám minden családi összejövetelkor, ez lehet, hogy már ezt olvastuk, már nem most egy korábbi adásban, az SMS ismerős, anyukám minden családi összejövetelkor bizonyos mennyiségi ital után elkezd szkanderezni. Természetesen férfiakkal, és míg el nem tört a könyöke. Igen, mert egy ideig hagyod magad, de azért jó, elég, mert puf. Gyerekek, mindig a gyerekek helyzetében gondoljunk bele, tehát amikor részeg anyádat látod szkanderozni a konyhapulton, szerintem azért ott van. Azért az egy komoly sok és a gyereknek, nem? És gondolom, jöhetett a májerkedés mellé, és utána valamelyik férfi megunta. Hát jó, akkor bele. Igen, nem tudom, hogy igaz az SMS morbid, de nagyon kemény. Kolléganő mesélte, hogy a keresztapja úgy halt meg egy közös családi vacsorán, hogy megmutatta büszkén az egész családnak, hogy kell egészben lecsúsztatni egy palacsintát. Nem sikerült, papa. De ez többször van már neki. Ezt elviszem. De hogy fölemeljük? Nézzétek! Kiakasztod a gigádat, és így csúsztatod le. És lenyeled. És egy ideig azt hiszed, hogy minden rendben. Jézusom, a könnyen folyik, szegény. Választatok, durós, mákos, diós. Milyen legyen? Adj, és nem folyik a könnyen. Hát ezek elképesztő. Elképesztő SMS-ek. Figyelj, nálunk minden családi rendezvényen keresztapám a 6 rugós expandert húzza ki. Ezzel dicsekcik. Egyszer összekapta az összeszőrt a mellén, azóta leállt róla. Azért az megvan, hogy papa egy kis klótgatyába, egy kis fehér kis atlétába megérkezik a 6 rugós expanderre, te ott eszed a grill csirkét éppen finoman, nem tudom. Vagy csak lóg a nyakába és jön be, nagyon maga biztosra. Megy még. És a 6 rugós expander nekiáll keménykedni. 3 rugót se húzol ki soha a büdös életben. 6 rugós az nagyon kemény.
Atya úristen. Nem tudom, olvassak-e még. Én ezt az ufós fogasat, azt megkérdezném, hogy ez hogy. Nem? A bácsi. Hogy ellopták. Hát ő valahol, valahol elfeküdt. Fölhívod? Anna, itt vagy? És itt az Anna? Másnap nem volt a szájába a foga. Hát, valahogy meg kellett magyarázni. Ez óriási lehet. Hogy mondja? Hát ez, hogy hogy? Hogy mit mond, ugye? Igen. Hogy hova vitték? Igen, hogy a ufók elvitték a fogalmat, de hogy mikor és hogyan? Milyen esemény alkalmával? Most én valójában elhiszi egyébként? Szerintem igen. Engem most ez a palacsintásztori fogott meg. Melyikre, nagyon. Hogy ráizgulva hát Márkosra? Mert ott, tudod, amikor már megindul lefele, akkor ott már sok mindent nem lehet csinálni. Ott már nem, harap, ott már úszol az ára. Igen. Viszont papá, ez nem sikerül. Igen. Ha én nem ostját akarok enni, jó vastag legyen az a tészta. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Jaj, de rendes, hogy szólni tetszik. Na jó, hát tízig ráérünk. Kemény, a palacsintás kemény. Tehát az... Tessék, Lászlói Kamilla vagyok. Kamilla, hello, Balázs Morning Show. Szia, nem rosszkor? Szia, nem. Hello, Balázs, figyelj, ez csak a történeted így megfogott bennünket. Nagyon sok jó történet jön. Ez valódi ez a történet, hogy apósod minden összejövetelen előadja, hogy az UFO-k elvitték a fogait? Hát ez valódi, sajnos, igen. Volt egy kellemetlen szituáció is, mert ezt előadta esküvőn, vacsora közben is, és ott voltak olyan családtagok, ami nem közvetlen családtagok, illetve még először találkoztunk velük, és így vacsora közben így mutatta is, hogy melyik fogát vitti, ez a helyét, a fogának a helyét mutatta, és így pont vacsora közben elég kellemetlen volt. És mi a történet? Akkor legalább halljuk, hogy hogy vitték el, éjszaka? Vagy mit mond, nappal? Vagy mikor történt? Éjszaka álmába, igen, és mire ő felébredt, már a fogai nem voltak a helyén. És ezt minden összejött, akkor elmeséli? Hát igen, már kicsit unjuk, de hát azért meghallgatjuk, és mutolgunk. Egyre hosszabb és egyre részletesebb a sztori, gondolom, ugye? Igen, és mutatja, mindig mutatja, tehát ez a lényeg, hogy ezt mutatja is. Tehát papa nem is pótolta, tehát azóta ott akkor van egy kicsi, egy 6 perces kis szünet ott a fogsorban? Tehát hogy úgy értem, hogy látjátok a nyomokat, vagy már pótolta, csak oda mutat, hogy ez itt hiányzott? Pótolta, most pont nem olyan régen, de tehát mindig mutatja, hogy lássuk, hogy melyiket, hogy melyik, tehát részletesen óriási. És amikor megpróbáltuk meggyőzni, hogy papa, hát nem biztos, hogy UFO-k voltak, meg talán lehet, hogy kiesett, vagy történt valami, akkor mit mond? Hát rá szoktuk hagyni. Inkább ráhagyják. Persze, minél ráhagyjuk, és akkor előbb befejezik. És hát. Mit mond, hogy miért vitték el az UFO-kat, pont az ő fogát? Tehát tudományos kísérletezés? Vagy csak szuvenír a földről? Hát ezt így nem mondja, végül is azt nem tudja, de szerintem inkább én kísérletezésre. Igen, valószínűleg egy összeesküvés. Az jó kis szitu lehet, amikor így úgy dönsült tag, vagy még így a családban, vagy vendég, vagy valaki elhívott csak, és egy kedves idős embernek az ínyét nézegeted, és oda szól időnként, látom, te levisz, gyere már, nézd ide közelben, itt ez volt. Igen. Kamilla, köszi, hogy elmondtad, bocsánat, hogy rátörtünk, hello. Köszi, ciao. Hello. Egy-két utolsó SMS. Apám egy szint után a köcsögduda hangját utánozta háttalálva egy szekrény ajtónál, vagy szoba ajtónál, ujjait az ajtóra feszítve, ütemre rogyasztó térdekkel. Mozgása, mint a pelusos babáké. Ők szoktak így táncolni. Na jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát sok iridlése méltó család van azért, ahol majd szívesen elmennénk egy születésnapot megünnepelni. Szenzációs SMS-ek jöttek. Családi kimitút kell, egyértelmű. Egyébként tényleg meg kéne csinálni. Igen, nevezd be apádat, apósodat, anyósodat, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Internetes portál összeszedte, hogy milyen furcsa hagyományok vannak a világban, amikor is valaki összeházasodik. És 17 bizarr esküvői szokást vettek gorcső alá, és vizsgálták meg, hogy mit csinálnak például Svédországban, Kínában, írhagyomány szerint Francia Polinéziában, vagy éppen Borneo szigetén, Dél-Szudánban, Kínában, vagy Kenyában. Milyen esküvővel kapcsolatos szokások vannak, és van egy-két érdekes, hát ha ez igaz, és ez így van, akkor szájtátva olvashatja az ember, hogy milyen szokások vannak még érvényben. És úgy akar százasodni, hogy akkor igen, valamelyiket emeljük be. Irigylésre mértő van köztük? Szerintem mindegyik. Amivel bánhatom, hogy kőványáról házasodtam? Szerintem mindegyik egyébként. Bánhatod, hogy nem például Francia Polinéziában házasodtál, vagy azt is bánhatod, hogy nem Borneo szigetén házasodtál.
Na most ilyen cikket bárki tud írni, de állítólag ez valóban így van, mert hogy ezek bizarr esküvői szokások, nem kitaláció, ezt tényleg meg kell csinálni, de hát el kéne menni Borneóra, hogy bizony. Megnézzük, hogy ez valóban így van. Ott rengeteg híres ember van, hiszen celebes. Így van. Ott tele van celebessel. Na, mit akartok hallani? Borneót. Na, Borneó, na, legyen Borneó. Celebes, akkor Borneó. Van egy Tidong közösség Borneón, úgy hívják őket, hogy Tidong közösség. Aha. Mi? A Tidongok. Ők a Tidongok. Ők a Tidongok. Aha, ők a Tidongok. Kamuszagumi. Na várjál, most akkor csak, ha kamu nem, tidong, na, ha kamu egyik a témát, figyelj, beítöm Tidong. Igen. Ha jó, ha kamu, azonnal másfele megyünk. Tidong. Kidobtál. És ott van. Csak nem úgy írják. Dung. Illetve úgy is, mert Tidong. Tidong. Tidong people. Megvan. Na. Szimpatikusak vannak. Ezek a Tidongok. Vannak Tidongok, gyerekek. Borneo szigetén élnek. És... És daják népcsoport. És vannak. Hát Rábásul. Akkor ez... Gyerekek, igazat. Jól van. Oké. Okay. Na, szóval, hogy a Tidong közösség az például Borneo szigetén, ha friss házasságot kötnek, akkor 3 napig, hogy miért egyébként nem boncolgatják, de 3 napig szentségtörésnek számít, ha elmész budira. Oh. Tehát 3 napig te a Tidong közösség tagja vagy, akkor nem mehetsz el vécére. De az egész közösség nem megy, vagy ez csak a párra? A friss házasok. A friss házasok nem mehetnek el budira. Már az esküvő után. Az esküvő. Igen, kimondtad onnantól kezdve, zár és 3 nap. Nem azért szentségtörés ez, mert tudják, hogy mit tettek meg korábban. Milyen tradicionális ételeket, és tudják, hogy mi lesz akkor, ha elmennek vécére? Nem tudom. Minden esetre 3 napig. Azért az melós, nem? Az igen. De ott már 3. nap azért könyv melábad a szemed. Ott már azért erőtönnek. Se kicsi sem nagyra nem lehet menni. Hát ezt nem írja, nem tudom. És ha valakit rajta kapnak... Az azonnali válás. Mit csinálsz ott? Csak elfáradt a lábam az állásba, azért guggolak. Na. Múlt ez csak mi van alattad? Mi volt ez a hang? Medve. Ezt még annyira nem bánom, hogy ez kimarad. A francia Polinéziában azt mondják, hogy a mennyasszony családtagjainak le kell feküdniük a földre arccal lefelé, hogy aztán a friss házasok átsétáljanak rajta. Tehát a mennyasszony családtagjainak... Azaz az anyósodon mehetsz végig. Átsétálhatsz a saját anyósodon. Nem rossz! Kedves anyuka! Yes. Jaj, megbotlottam. Finoman át lehet sétálni az anyósodon. De mit jelképezhet? Vagy ez milyen szimbólum lehet? Hogy ezzel mit akarnak kifejezni? Ez érdekes, nem tudom. Minden esetre át kell sétálnod a mennyasszony családtagjai, mezitláb. És miért csak a mennyasszony? Miért csak a mennyasszony? Férfit annyira, hogy még ezt is megteszik neki. Biztos ezt jelképezi. Hogy mindent elbírok és elviszlek a hátamon. Hogy itt nem lesz szava kedves mamának. Engem. Van egy európai szokás, és Svédország. Aki Svédországban így írja meg, hogy ez valóban így van. Ha kimész a mosdóba, akkor a fogadás ideje alatt, amíg tart a parti az esküvőn, ha a vőlegény vagy a mennyasszony kimegy a mosdóba, akkor a pár ott maradt tagját addig puszilgathatják a vendégek, amíg a másik fél vissza nem ér a mosdóból. Arcpuszi vagy szájra puszi? Te lesmálják a friss mennyasszonyt azért. Bármi belefér. Ez Svédországban van, tehát ez egészen közel van hozzánk. Tehát a feleséget kimegy a budira, addig pedig jönnek a rokonok, ki szétpuszilgatnak téged. Hát. Ez nem annyira erős. Nem annyira erős. Azt mondja, hogy nézzük, mi van Koreában? Jöhet. Észak vagy dél? Nem tudom, nincs oda írva. Az esküvő után a vőlegények egy hallal verik el a talpát. Hallal verik el a talpát. Jó, a vőlegények. Ezzel készítik fel a nász éjszakára. Persze. Miért, ha hallal ütöm a talpam, akkor jobb vagyok éjszaka? Ezt ma kipróbálom. De élő hallal vagy halott hall? Milyen hallal? Verd már a hallal a lábadat ma este. Valami biztos van ott a mélyhűtőben. Nézd már meg, hogy mennyire. Egy jó keszeggel, egy fagyott keszeggel. Mi az összefüggés a szex és a hallal verés között? A halas ugye sok ikra miatt az ilyen termékenységi jelkép. Na de a talpadon, tehát a talpadat vernek. Nagyon fura. Nagyon fura. Ezt Koreában csinálják, igen. Ezért kényszer szülte. Biztos hallottad, hogy hallottad, hogy Borneón mivel nyúlnak? Na mivel? 3, még nem kakálhatnak. Találjunk már mégis a filmjében, hogy verjük hall a talpunkat. Tök menőnek hangzik. A skótok azt csinálják, hogy a barátok és a család kikötözi a fához a mennyasszonyt, és mindenféle gusztustalan dolgokat öntenek rá. Ez azt szimbolizálja, hogyha ezt a feleség kibírja, vagy a mennyasszony még, akkor a házasság gyötrelmeit is kibírja, ezt gondolják a skótok, bárki bármit önthet a mennyasszonyra. Tökre hisznek abban, hogy ez egy jó intézmény, ugye? Tehát azt mondják, hogy leventelek minden marhabéllel, és akkor utána az már, hogy házas vagy, az már tök jó lesz. Igen.
Ha Kenyában akartok esetleg házasodni, akkor az esküvőn a maszáj apák a lányaik arcára és mellére köpnek, mint egy áldásként. Igen. Ezt simán el tudom képzelni. Tehát az afrikai népeknél azért ott hallasz még európai szemmel borzasztó dolgokat. Képes voltál ehhez hozzámenni? Na, akkor Isten áldja. Tehát a masszájok, a masszáj apák a lányaik arcát, mint egy áldásként leköpik. Ez náluk áldás jelent. Azért ezt itt megcsinálod valahol a Boráros téren, jöttök ki a templomból, nem? Gyere csak ide, kicsim. Gyere csak ide. Igen. Megérkezik az após jelöl. Is. Igen. Kínában van egy jugur kisebbség, és ő nekik háromszor kell nyillal meglőniük a menyasszonyt. Nyillal meglövik a menyasszonyt, ezek nem annyira hegyes végű nyilak egyébként, szimbolikus nyilazás. Háromszor el kell találni a menyasszonyt. És akkor mi lesz, ha eltalálod? Hát ez egy ilyen szimbolikus nyilazás. Igen. Szimbolikus nyilazás. Nem tudom, hogy tulajdonképpen mi lesz. Mi lesz ebből, érted, mindenki mester lövész. Ha kilövöd a bal szemét, akkor nem kell elvenned. Félszeműt akartok hozzám adni, gyerekek. Ha rájössz, hogy baromi ronda a nő, akkor még mindig van esélyed, hogy ott kilőd a bal szemét esetleg, és akkor ne kelljen elvenned. Ezt Kínában csinálják. Úgyhogy ők a jugur kisebbség. Azt hiszem, hogy mi van még. Van másik kínai történés is. Ő a tujjai tradíció. Akinek esküvője lesz, az esküvő előtti hónap minden napján egy órán keresztül sírnia kell. Az első 10 nap után a menyasszony anyukája is bekapcsolódik, 10 nappal később pedig a nagymamának is sírnia kell. Az esküvő napján pedig mindenkinek pityeregni kell. 30 nap bőgés. Az mennyire fárasztó lehet már. Ők tujjaiak. Tujjaiak. Csak hogy tudjuk, hogy a tujjai lányt vennénk feleségül, akkor mi a rendszer. Hát akkor ezt kell csinálni. Igen. Én Borneót bírom, hogy nem mehetsz el budira. Na, szeretem. Az a legkeményebb. Igen, a masszájuknak a legegyszerűbb. A masszájuk mit csinálnak? Hát azok csak leköpdösik. Azok leköpdösik a lányaikat, igen. Na, felhívunk rögtön valakit, aki nagyon sok afrikai törzsnél járt már, hogy meséljen nekünk kicsit erről, mert hogy ő 10 évet élt állítólagosan Afrikában, Afrikában, azon belül Zimbabwe-ben. Állítólag, de nem tényleg ott. Zimbabwe-ben különböző törzseknél, és tud nekünk törzsi szokásokról mesélni, hát ha meg tudja erősíteni az afrikai szokást. Mi szerint ugye például a masszájok leköpdösik a saját lányaikat. És náluk ez egy szokás. Mihálfi Balázs, az Afrikai Magyar Társaság tagját felhívjuk. 10 évet élt Zimbabwe-ben. Különböző törzseknél. Akkor látott minden. De figyelj, ehhez képest egy jó szerb lövöldözős lagzi, az tényleg smafú, nem? Ott éjfélkor gépfegyver, apu kettővel, tehát az a tuti, két kalasnyikov, és megereszted a sortüzet. Minden azt... tizedik nyomjelzős, hogy látványos legyen a sötétben. Igen, és minden huszadiknál van halálos áldozat is, de igen. Hát Istenem. Igen. Itt van Balázs, hello Balázs, jó reggel, ciao, hello. Te 10 évet éltél Zimbabwe-ben, tényleg? Hát nem csak Zimbabwe-ban, volt egy kis vándorlás, Zambia, Zimbabwe, Dél-Afrika, Mali, Madagaszkár. Úgyhogy állok rendelkezésre. Üldöztek? Nem jöhetél haza, tényleg? Mi van? Forró lett a talaj? Hát Afrika az forró talaj eleve. Egyik törztől a másikig. Nem, élvettem egyébként a helyzetet. Egyébként most sincs más életem. Ott is csöveztem, most itt is. Ez jól hangzik egyébként. És miért pont Afrika? Ez vonzott, vagy itt volt lehetőség? Hogy keveredtél oda? Egyrészt gyerekkori álom, másrészt pedig mindig vonzott a kultúra, már az afrikai kultúra, és az emberi szokások, antropológia, illetve nyelv, ugye? Hát afrikai nyelvek között is páraszt próbáltam elsajátítani. No, így röviden. Uh-huh. És a tradicionális monokini. Figyelj nekem, amikor én először láttam ilyen afrikai hölgyekről képeket, én kész voltam. Ki tőle. Akarták költözni? Aha, igen, mondom. Várjatok, akkor félreértettétek ezt a monokini dolgot. A helyzet az, hogy ott, amikor egy ilyen fehér ember, mint mi jó magunk oda megyünk, és látjuk ezeket a csodálatos kebleket, idomokat, akkor félreértjük ezt a dolgot, amikor ők ezek táncolnak, és izzadt testet dobolnak, meg átadják magukat ennek az egész ellenőrzésnek. Erről beszélek én. Ez ott fohász.
ezzel kerülnek közel a teremtőjükhöz. Egyébként ezt a jellegű társadalmon a kultúrákban mondják, hogy mambo. Érdekes, ugye itt egész más jelentése van. A mambo az Isten fenséget jelent, ott pedig egy ilyen erotikusnak tűnő, de nem erotikus tánc. És a jó Isten csak a mesztelen cicis nők kérését hallgatja meg, ez azért van? Tehát, hogy közelebb édesgessék magukhoz? Hát ki ne próbáld, de ott működik. Aha. Ott működik. Az az igazság, hogy Afrika spiritualitás otthon, ott a levegőben szinte harapni lehet. És mondjuk a szexualitás és ez a téma hozzátartozik az afrikai léthez. Tehát amíg a fehér ember be nem tette a lábát, és meg nem húzta azokat az egyenes határokat, ott két határ létezett, a vadászati határ és a szexuális határ. Tehát amilyen messze még el tudott menni a pasas, hogy a nyakába vissza tudta vinni haza a lőtt, akár még gazdalát, illetve amilyen messze még el tudott menni a pasas, hogy kapott magának feleséget. Ez így működött. Így aztán a szokások, tradíciók kicserélettek egymással, szűk, asszonybejárási körzeten belül. Tőled, mint fehér embertől elvárták, hogy úgy viselkedjél, mint ők, meg hogy ezeket a szokásokat addig is gyakorold, amíg ott voltál? Tehát kellettem mesztelen cicivel táncolni? Nem várták el, de én nagyon szívesen alkalmazkodtam a helyi szokásokhoz. Te melyik törzsnél éltél? Zimbabwe-ben a Ndebele, az ugyanaz, mint a Zulu Dél-Afrikában, ezek rokon törzsek, illetve hát főleg erről tudok beszélni, mert utána Zambiában ugye van a Bemba, ennek a szokásait ismerem, meg kettőről beszélni. Na mesélj nekünk akkor kicsit erről a törzsről, hogy mi volt a furcsa. Nyilván európai szemmel szinte minden. Azt gondolja az ember, hogy Afrikában hát nagyon távol áll az európai kultúrától, tényleg nagyon spirituálisak, nagyon sok Istenben hisznek, egészen más szokásaik vannak. Tehát mire emlékszel, vagy mi volt az az egy-két fura dolog, ami azóta is megmaradt? Ugye azt a felkérést kaptam, hogy készüljek fel arra, hogy beszéljek a házassági, meg a... akár arról is, igen, esküvői szokásokról. ...dolgokról. Hát most érdekes, hogy ezekben a Zulu és a Debele szokások szerint, ugye van egy lánykérési folyamat, ez ugyanaz, mint Európában, igen ám, de itt az is van, hogy megvetik a lánykérést, illetve megalázzák a kérő személyét, és a kérő személye nem csak maga az ember, aki feleséget választ, hanem a szűk környezete, és ezeket kövekkel megdobálják, elzavarják, többször is. Na most az a lényeg, hogy amikor visszajön, az azzal mutatja azt, hogy ez itt egy élő szerelem, ezt bevállalja, stb. És a harmadik, negyedik megalázás után már utána lehet vitatkozni arról, hogy mennyi a lobola. Lobola az a hozomány. Mateletónak is, egyébnek is hívják. Na most a hozomány az nem pénz, hanem azt marhában állapítják meg. Ugye annak idején Magyarországon is a szürke marha volt a pénz, amit elment Debrecentől egészen Bécsig. Itt is a pénz maga a marha. Nos, és ilyen környékeken 8-10 marha, de Dél-Szudánban, ott pedig már 100-150 marha. Hát ez pénzben ki ne ennyit egy nőjön. Na, tehát ennyit... Azért már nagyon jó nőt kapsz 100 marháért? Hát azért már egy olyan... Egy csinoskát. Igen, azt már lehet. De utána egy év után kiderül, hogy jó ez vagy sem, de a csere alapnak nem szolgál, tehát nincs az, hogy utána egy másikra becserélem, mert ez nem lesz össze. Nos, amikor ez a bizonyos házasság megtörténik, és ott körbe táncolják az egész, mit tudom én, falut, akkor utána következik a gyerekáldás. Most, amikor a gyermek megszületik, akkor az anya ugye a hátára köti a gyereket. Igen, de az anyának vannak leánytestvérei. A leánytestvérei is épp úgy a hátukra kötik, és a gyereknek épp úgy anyának kell őt is szólítani. De tehát mi azt az egy gyereket kötik körbe? Hát gyakorlatilag ezt a gyereket több asszonynak a hátán nevelik föl, így az a gyerek gyakorlatilag érzelmileg mindegyikhez ugyanúgy kötődik, mint a saját anyja lenne.
Na most ez miért fontos? Hát ott nagy a halandóság, meghalnak emberek, hogyha a mama meghal, akkor nem éri traumaként a gyereket ez a dolog, mert hát hiszen ugye ott van még három másikra. Olyan különleges szokás van, mint amiről mi szóltunk itt, a Balázs mesélt ezt, hogy a apuka leköpi a lányát. Igen, mert az állítólag maszáj. Az maszáj szokás. Én ezektől távol által nem tudom, ilyenről nem tudok. Tehát itt ez egy goni, a gonik azok a Dél-Afrika, Zimbabwe, Botswana, tehát ez a nyelvcsalád, akik pampognak, mint a Istenek a fejükre esnek című filmek nyelvek. Perfekt vagy. Igen. Igen. A tojás, ők busmanok voltak az Istenek a fejükre esekben, azt hiszem busmanok. A busman is, igen. Az, így van, az is a goni nyelvcsalád. Léci, folytasd a mondókádat ezen a nyelven. Hát, mi van, kérek egy kávét, eddig az ment. Gifuna ukukuluma neve így kanda, úgyhogy kérek egy tojást, ugye? Na, most azt mondasz, amit akarsz azért. Én is tudok. Most kértem három tojást, meg két tyúkot. Én meg egy muffint. Az egyik. Akkor viheti a nőt. És két kávét extra karamell öntette. És a telefonszámodat is, hogy csúsztasd be. Ez nagyon megkajáljuk. Érdekes, hogyha én megkérem ezen területen a nőt, akkor előjogot, és nekem is adják, akkor előjogot formálok a többi leány testvérére is. Nem? Na, ez nem rossz. Tehát, elővásárlási jogon van. Na, ez nem azt jelenti, hogy én ezt meg is kapom, csak hogy előjogom van rá, azaz, hogyha azok közül még választani akarok, akkor... És a fiú testvérei vannak? Hát akkor... akkor Pride van. Akkor ők jönnek. Hello. Sajnos nem nővérek vagyunk, hát mi vagyunk a bátyák. Hello. Hello, bele vagyok. Azért jöttél ide, azt hittem nővéreig vannak. Hát, három bátyja van. Egyben csábítom. Na, és ez nem azt jelenti, hogy a pasas meg is kapja a leánytestvéreket, hanem hogyha jön egy kérő, akkor nem csak a papától, vagy ha meghalt a nagybácsitól kell megkérni a leányt, hanem már ettől a fértől is. Úgyhogy érdekesek ezek a dolgok. Viszont ha viszont Nyugat-Afrikában, vagy a Szaharától szubszaharai régiókban, ahol rohadt meleg van, mert itt Dél-Afrikában nincs olyan nagyon meleg, ott van egy ilyen számomra érthetetlen szokás, ugyanis ott ugye sátorhoz kötik az elhálását a mennyasszonynak, és az, hogy a sivatagban van egy sátor, az tök normális. De az, hogy ezt a sátrat, miután ezek a törzsek beköltöztek városokba, egy városi szobában is felállítják, amikor már ott is rohadt meleg van, mert ugye légkondi nincsen, és még ezen szobán belül is egy sátornak kell állni, ahol megáll a levegő, és a 40 fok helyett 45, hogyha itt valaki el tudja hálni az asszonyt, akkor az már nagyon kemény. Hát legalább nem kell félni a szárasságtól, ugye érted? Hát ezért érdekes szerintem Afrika, olyan keveset tudunk róluk, meg annyira keveset megy oda az ember szerintem, hogy ott azért tényleg találkozni még olyan ősi dolgokkal, amivel egyre kevesebbet már máshol a világban. Mész valamikor újra? Hát szeretnék, de hát ez nem olyan egyszerű, ugyanis Afrika alatt minden értelemben forró a talaj, ugye ők jönnek most ide. Igen, szegények. Igen, úgyhogy ez egyébként előre látható volt, ott már érződött a levegőben. Ugye ezt a kontinens 200 millió emberre tervezték annak idején ilyen szokások mellett, amiről beszélek, de most ma van 1 milliárd, és ugye ebből az 1 milliárdból, ami ugye egy túlnépesedést jelent, ugye a vidékről bevándoroltak a városokba, a városok túlszennyezettek, akkor olyan szokásokat kellett felvenniük, ami nem illik rájuk, tehát az urbanizáció, a modernizáció, stb. Agyban sem mentek ennyire, nem azt mondom, hogy elmaradottak, hanem az ő kultúrájukkal nem mentek. Hát máshoz vannak szokva nyilván, persze, nehezebben veszik föl a tempót a nyugati társadalmakkal, vagy az urbanizációval, persze. A
ma rendben vagyunk, hogy színes tévé meg autóvezetés, csak van egy ilyen társadalmi evolúció, az utolsó fázis, hogy önrendelkezés vagy önmegvalósítás, ez hiányzik. Na most erre mindig a gyarmatosítók is ügyeltek, hogy nehogy ön akaratból meg tudjanak valósítani valamit, úgyhogy meg is maradtak egy ilyen lépcsővel lejjebb, vagy följebb, nem tudom. És hát ugye látják azt, hogy mi megy ki az országból 200, 300, 400 év alatt, és most úgy jönnek ide, hogy na nézzük meg, mit csináltak ezekből a dolgokból az emberek. Tehát ez ott is szóbeszéd volt, amíg én ott éltem. Valás, nagyon szépen köszi, beszéljünk még, ha mész. Jó, érdekes dolgokat mondták, köszönjük szépen. Oké, ciao, köszönjük, Mihály Balázs, az Afrika Magyar Társaság tagjával beszélgettünk. Milyen jó neki, hogy ennyiszer volt. Bizony, meg végigjárhatott minden. Igen. Hát fél, nekünk örök élmény maradt szerintem a tavaly ősz. A kis Dél-Afrika, nem? Igen. Egy szállodát láttam. Hát jó, akinek mi jutott, ugye? De mi például Zsüllel nagyon szépen megnéztük a terepet. Általában a Krüger Nemzeti Park gyönyörű egyébként. Az összes gyors étteremben volt vegetáriánus menü, soha felejtettem. Hát csodás volt, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, csak hogy hova jutottunk igazából? Egy weboldal azt mondja, hogy tiltsák be a különböző gyerekdalokat, mert hogy rejtett szexuális tartalom van a dalokban, és hogy milyen szörnyű, amikor mi szülők ezt énekeljük a gyerekeknek. És azt mondja, hogy ezeket a dalokat egyébként be kellene tiltani, vagy hát legalábbis észre kellene venni a rejtett szexuális tartalmat a különböző gyermekdalokban. És fejtegeti azt, hogy miről szól a Bujbuj zöldág, az ég a gyertya, az elvesztettem zsebkendőmet, a Hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra. De az nem zavarja ezt a weboldalt, hogy ezt mit én 100 éve éneklik az emberek a gyerekeiknek? És fölnőttünk úgy mi is, hogy Bujbuj zöldág, zöld levelecske? Fölnőttünk szerintem, mi nem is tudtuk gyerekként, mert nem hallottuk bele. Szerintem sok szülő se tudta, de ma nagyon szórakoztató a cikk egyébként, még ha nyilván nem is gondolják ezt annyira komolyan, hogy tényleg be kell tiltani ezeket a dalokat. De elmondja, hogy a Bujbuj zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, az pontosabban mit jelent? Mert ugye te látsz egy fiút meg egy lányt, hogy kinyitja a kaput, és akkor át lehet bújni alatta, vagy mit jelent az ég a gyertya ég, és leírja. Hát ez az internetes portál. Ez a serdülőkornak a szinonimája, nem? Bizony. Ez az első kapcsolatra utalhat. Zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu. Jancsika, Jancsikát megértem. Jó, hát sokat hallottad. Egy gyűlöltet, mi? Hely Jancsika, Jancsika, miért nem... Nem nőttél nagyobbra. Miért nem nőttél nagyobbra? Ez azt jelenti, hogy egy férfi áll a zuhanyzó alatt, magára néz és énekel magának? Igen, Hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra? Igen, magamnak énekelek, mert valójában ez egy nagyon szomorú dal. Hát ezt én is énekeltem, amikor kicsi voltam, hogy Jancsi, miért nem nőttél nagyobbra, de nem jutott eszembe, viszont most már így, hogy Hely Jancsika, Jancsika, miért nem nőttél nagyobbra, most már értem, hogy ezt magunknak is énekelhetjük. Várj, nem? Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona. Ugye ez a szöveg, nem, az nem, ott nem, a katon... csúsztál volna Julcsiba. Már igen, úgy értem. Nem, hát tudod, hogy mi van. Hogyha nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, az azt jelenti, hogy akkor te katonaként, emberként, férfiként... Meg mit csinál ugye, a katona? Jól tudsz teljesíteni. Na, fejtsük meg, tessék. Bújbúj, zöldág, zöld levelecske, anélkül, hogy ránéznénk a cikkre. Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Tehát az aranykapu lehet a megoldás, hogy az a szexuális tartalom benne, nem? Tehát az lehet a női nemi szerv, az aranykapu, hova be kell bújni. És akkor bújbúj, zöldág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Ez rajta, azt jelenti, rajta, hogy kinyitott az aranykapu. Így van. Megérett a leányzó, tessék gyorsan elvenni az ő ártatlanságot. Most direkt én nagyon finoman fogalmazok, aha, és ezzel finom fogalmazásra szólítalak fel benneteket. Jó, is. Jó, értettük. Hogy kinyílott az aranykapu? Várj, megérett a leány? Zöldág, zöldág, az egyenruha is zöld, akkor ez egy katonai bordé. Kimenőn vannak a katonák, és hajrá minden bele, mert na jó, vissza akkor... kell menni, csak rövid eltávban. Rajta, igen, rajta leszakadt a pajta. Bennmaradt a macska. Megkötött a gipsz. Bennmaradt a macska. Kovász került a cipóba? Igen. Tehát érde? Rajta, rajta leszakadt a pajta, az azt jelenti, hogy bennmaradt a macska, vagyis baj van, mert 9 hónap múlva nagy baj lesz. Igen, érkezik, igen, a gyermekáldás. Igen, míg a leszakadt a pajta, nem az, hogy akkora lendülete volt a bulinak, hogy egy, tehát, hogy egy nagyon jó
eseményen van túl a páros, érted? Hogy még az ágy is leszakadt, még a szomszéd is rágyújtotta, ahogy szoktuk volt mondani, viszont a macska meg benn maradt, tehát megkötött a gipsz. Tehát ártalmatlanul énekelette ezt a gyermekednek, aki 3 éves és altatott, hogy buj-buj, zöldek, zöld, nyitva van az aranykapu, és közben terpeszben áldogáló tini lányokat kell magad előtt látni, akiket egyébként szomorú, sanyarú módon 18 évesen teherbe ejtenek, és ez a dal erről szól. Nem, ez már a tragikusabb része. Na azt mondom, hogy ez a tragikus, de akkor ez hogy lett ebből gyerek dal? De ez nem tragikus, ez most a mi értelmezésünk. Amikor ez a dal született a 18-es lánygyereknek, már ez volt a feladata. Nem. Így van, ebben igazad van. Érted? Ez egyáltalán semmiféle utalás nincsen abban ebben a versben, hogy ezek serdülő lányok lennének a fiúk. Serdülők, de a lányok azok lehetnek már nők, asszonyok. Hát de zöld ág, zöld levelecske. Jó, csak a zöld, tehát az... most éret meg. Igen, a zöld ág, a zöld levelecske, az friss. Zöld ágon van zöld levelecske, tehát ez egy serdülő legény, de mondom, aki az aranykapu, akihez az aranykapu tartozik, érted? Aha, tehát ő már a zöld ágon a zöld levelecske, az az én levelem, a zöld levelecske. Így van. A zöld ágamon az a kis levél. Zsenger ügyed. Tehát a zöld ág, zöld levelecske az én vagyok. Az te vagy magad. De ezek akkor gyerekdalok voltak, amiben beleképzelünk valamit, vagy klasszik, felnőtteknek írt, felnőtt dalokból csinált 200 évvel ezelőtt valaki. Hát, csak egy gyerekdalt, és azt mondta, hogy itt vannak ezek a tinédzserek, akik atomra szexelik egymást, énekeljük ezt a gyerekeknek, hiszen úgy, hogy lett ebből gyerekdal? Uh-huh. Értitek? Azért, mert a szülők voltak, akik megtanították a gyerekeknek, és a szülők mindig ott voltak ezeken az alkalmakon, és akkor egymásnak kacsingatva, igazából egymásnak üzentek, miközben a gyereknek tanították a dalt, azért átnézegettek a másik oldalra, és akkor... Látták. És akkor... Jó. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Csalguguljatok raj. Uh-huh. Aki lángot látni akar, mind leguguljék. Na tessék. Aha. Mi ez? Ég a gyertya. Ugye, te tűzben van a gyertya, aha, azt mondjuk. Kanos vagyok. A gyertya maga az... Ég a gyertya, ég, mennék. Már maga a szimbólum, aha, is a gyertya. Lángol a kanócom. Érted? Na de ez milyen képzett társítás. Lángoló kanóc, egy ránéztek egy gyertyára, és arra jut eszembe. Az jut eszembe. Erős izgalmi állapotba kerül egy férfi. Így van. Hát aha, teljesen ugyanaz, ugye fallikus szimbólum, és a lángol az egész, tehát hogy... Izzik. Izzik. Na, maga a vágy izzik ugyanakkor, tehát hogy mennyire dupla a dolog. A puskacső vége is izzik. A puskacső vége, meg hogy maga lángol az egész, aha, szerelemtől és vágytól átitatottan. Na, aki lángot látni akar, mind leguggoljék. Hát ugye... Na, de most, ha én izzom, mint puskacső. Igen. Te ahhoz, jössz hogy... megnézni engem, ne, és te legugolj. Hanem... Ja, értem. Ja, értem. Te jó Isten, és én ezt ennyiszer énekeltem, igen, a saját gyerekemnek. Jön a te párod. És... lángot akarsz látni? Lángot. Na, guggoljál le, édesem. Essét, érdre, aranyom. Azt a mindenit, hát ezek ilyen perverzek, mert azt én tudtam, hogy a népdalokban azért sokszor van vicces, játékos, szexuális utalás, ugye, hogy ezek ilyen kis huncut kis dalocskák. Egy, ezért mondják, hogy térdre kanóchoz. Aha. Tehát megyek haza, és a Viki azt énekli, miközben zuhanyzom, hogy hey, Jancsika, Jancsika, miért nem? Akkor így. Én meg azt énekelem, hogy ég a gyertya, ég, erre aludjék. Aha. Hogyan szólítsd fel a te párodat, nem, miközben nem, gyerek van, de várjál, a közelben, hogy te már kívánod az aktust? Ha hey, Jancsikát énekli a Viki sírástól elfúló hangon. Hát akkor nagy a baj. Akkor az más. Na ezt mondom, hogy én zuhanyzom, otthon bejön a Viki rám, és azt mondja, hogy hey, Jancsika, Jancsika. Akkor ne arra gondoljak, hogy készül a gyereket altatni, hanem hogy üzen. Igen, bizony. Hogy viszont én tudok neki üzenni az ég a gyertya, igen. Van még ebbe, várjál! És akkor, ha most az egyéves gyerekem születésnapján énekeljük majd az ég a gyertya, akkor mindenki nézzen furán a másikra? Mikor az anyósom elkezd énekelni nekem, hogy ég a gyertya, ég, el ne aludjék. És én meg térdre sem tudok. Kacsint egyet. Mama, valami a szemében? Mama, rám kacsintott. Fönt alszom a vendégszobában. Ha már a jányom lefeküdt, gyere föl, aranyom. Fel vagyok a mazzárdba. Balázsám, tudom, hogy a lányom korán fekszik, de én sokáig fennmaradok, és korán kelek pirkanatkor. Á, jobb oldalt fekszek. A boiler mellett. Ha elfújnám a gyertyádat. A csukva van a szemem, ne riasszon el, gyere, nyugodtan. Aha, szóval, hogy ezek ilyen pervezek. Nézzük a következőt, tessék, magyarázzatok meg nekem. Boci, boci, tarka. Se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapunk. Na, ebben tessék. Nem érzem a szexualitást, uh-huh, azért. Ah, nem. Hát ennél direktebb mondom, semmilyen gyerekvers nem utal arra, hogy érted? Se füle, se farka. Tök durva. Most elolvastam és azért belegondoltam, mondom, ez nagyon durva. Itt nincsen, ezt nem kell magyaráznunk. Boci, boci, tarka, figyeld. Aha, se füle, se farka. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Ennek a bocinak nincsen.
Nincsen farka, Feri, tehát oda kell menni, ahol van. Én pont nem ezt olvastam ki belőle. Na. Hát én nem tudom. Nem a farok a lényeg, mint a boci farka, hanem az a lényeg, hogy ne kezdjél nőkkel, akiknek nincsen mellje. Hiszen boci tarka, aha, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, tehát nézd azokat a nőket, akik termékenyek, széles csípő, nagy mell, mert szoktatásra alkalmas. Termékeny anya, ott kapsz tejet, tehát menj, találj egy olyan nő gyermekem, aki termékeny. Nem, tehát... az a baj, Balázs, hogy annyira rajta van ezen a ezo vonalon. De csak csecsemő van otthon. A női domborulat, se füle, se farka. Nem. Bízd, figyelj, bízd. Hát ha füle sincs a nőnek, azért az... A józan proli észre. Na, inkább mond. Ebben az esetben hagyatkozhatsz. Tehát hogy van egy olyan boci, akinek nincsen farka, tehát nem áll rendelkezésre elég mennyiség, viszont füle sincsen, nem hallja meg, hogy mit mondanak róla, nem érdekli. Ő egy olyan helyre szeretne menni, ahol van... Akkor kimegyek, én férfiként megyek, vagy én nőként megyek? De egy férfinek nem lehet egyszerre mind a kettő, tehát vagy tej van, vagy... Nem, ez szerintem... Ez itt nőjének el férfin, ez nő a boci, vagy férfi? A boci az egy nő. Szerintem itt egy olyan nőről van szó, aki érdekből akar házasodni. Nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak, tehát nincsen füle, viszont szüksége van... De miért azt oda megyünk lakni, ahol tejet kapni, ez olyan, mintha két férfi bika beszélgetne, hogy hagyd ezt a bocit, hagyd ezt a tehenet, menjünk inkább egy másikhoz, mert ott van a termékenység, nem? Ugyanakkor jó János megközelítése, mert ugye a tej az egy drágább dolog volt, annak idején nem volt. Hát ez kincs volt. És akkor ő a megélhetési nő, nem hallja meg, hogy róla az beszélik, hogy csapodár, de oda akar menni lakni, ahol van tej, tehát ahol van pénz. Bizony. Nem rossz. Uh-huh. Bizony. Hát meg egyes értelmezésük szerint ez sűrített tej. Uh-huh. Jó, érdekes. Jancsika, nőttél volna nagyobbra, Dunáról fúj a szél, nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dunáról fúj a szél. Hát ezt, ugye te ezt elég sokat hallottad? Persze. De ilyenkor volt úgy, hogy azt énekelték neked, hogy hely Jancsika, nőttél volna nagyobbra, és azt mondtad, hogy hát én már nem is nőttem, azért nézd meg ezt! Mert ugye itt a kis Jancsikáról szól, nem? Betéveztem meg, hogy hát találok? Ez hogy van akkor? Itt a kis Jancsikáról szól? A kis Jancsika van, ugye? Nőttél volna jobbra, lettél volna katona. Akkor mindegyik... Akik vigyázba állva masíroznak. Mit csinálnak a katonák? Őrt állnak, vigyázba állnak, délcegek, kiúzzák magukat, egyenesek, szép szálak. Hát az összes ilyen dalban ilyen utalás van. Bizony. De mit énekeltél a gyereknek régen? Énekelgettél? Hát ezeket igen. Na hát akkor szép világ lesz. Hát figyelj, tanulja meg. Én mondom, amúgy a múlt héten beszéltünk a svéd oktató rajzfilmről, igen. Én azt is szeretem. Azóta azt az jó, az jó, igen. Az is jó. Hát nem tudom, én egyet énekeltem csak neki, az is Csodaországban című nagyszerű kis könyvben volt benne, egy altató dal, az volt a szövege, hogy tente baba tente, aludj anya szentje, ne prüsszögjél, ne üvöltöz, odavágla én a földhöz, azt a teremtette, én ezt énekeltem. Az is szép egyébként. És van a Nyuszi ül a fűben, az is van fűnek például, nem az ismerem, ugye? Nyuszi ül a fűben, igen? Ülve szundikálva, Nyuszi talán beteg vagy, hogy már nem igen. is ugorhatsz. Nyuszi Jézus, Atya Isten, tehát a Nyuszi leült a fűbe, és a Nyuszi már nem tud ugrani. Mert igen. A Nyuszinak már nem beteg. Megy az ugrás. Bizony. Ú, de beteg. Beteg, és nem kaptak rá megfelelő ecsetelőt. Tehát egy fáradt nyúrról éneklünk valójában, amikor ezt énekeljük. Nyuszi a blókfüle farka. Aha. És a Nyuszi már nem tud ugrani. Nem tud. Na, talán beteg. Beteg. Gyerekek, hazamegyek, az összes mesekönyvet átnézem. Már nem azért, hogy nem olvassam neki, de hogy nem azért, hogy hát ha tanulok még olyan. Nyuszi, talán beteg vagy. És a tavaszi szélvizet áraszt, hát az is. Hát tavasszal, amikor mindenki... Tavaszi szélvizet áraszt, virágom. Minden madártársat válasz. Mit? Tavaszi szél vizet áraszt. Inkontinensekről? Igen, ez kicsit mindenki magára veszi ezt a dalt. A tavaszi szél vizet áraszt, aki kimegy pisilni kétszer éjszaka, már magára veheti. Pácska. Tavaszi szél vizet, tehát jön a tavasz, hát, és ismerkedni akarunk, jön a szerelem, és mindenki beindul. Ugatott hangulatba kerül. Hát ez egyértelmű. Hát gyerekek, más szemmel nézzük ezeket a dalokat, hát nem? Átértékeled, mi, hogy melyiket énekeled? De gyerek, kerekecske dombocska. Itt szalad a kerekecske dombocska. Itt szalad a gyulacska. Itt van a csiklandója. Az nincs meg? A csiklandója. Ez, jó, ez már vicces. Nekem sem mondták soha. Tehát, hogy itt van a csiklandója. Ezt így ebben a korában nem... Kicsit túl gondoltátok.
Nem, annak van egy ilyen folytatás, most nincsen meg a valaki ugye a Hopp Juliska, Hopp Mariska, az hogy van? Hopp Juliska, Hopp Mariska. Hopp Juliska, Hopp Mariska, így van? Egyszer a táncba. A táncba viszik, igen. És ráadásul, na most az a baj, hogy ugye Juliskát és Mariskát egyszerre szólítja meg a férfi ember, és viszi őket táncba. Tehát egy swingeres a rohadt. Nézi, meg éneklem a gyereknek, hogy Hopp Juliska, érted? Meg azért írták, mert swingeres. Milyen világ ez? Minél több horog, annál több hal. Gyerekek. És nem tudom, ültek a fonóban, és akkor jött egy pont, amikor ezt így elkezdték érteni, és lehetett tudni, hogy akkor innen. Valószínű, hogy ezek felnőtt dolog, amik gyerekdalok lettek, de hogy a célja az értem, és a születés az így alakult, igen, hogy felnőttek legálisan megénekelhessék a saját, igen, vágyaikat, frusztrációikat. Most ami a legdurvább, az a csigabiga. Gyereki. Na várj, csigabiga, gyereki, ég a házad ideki. Kapsz tejet vajat, tehát... Na jó, nem. Nem. Ezt a Noelnek szoktam énekelni. Jó, de hát akkor ez... Paprika és Bodnár Attila klasszikus, a Csovi Csovi Jasper. Hát az már hagyd ne tudjam, hogy ez a paprika... Ott valójában ki... Az a papritának a Csovi Csovia akkor. Aha, akkor ott kicsóvált, és mi? Ki az a Jasper? Igen, Jasper. Vörös Sándornak van a Csiribiri, és abban egyébként tényleg az öregről lehet tudni, hogy egy nagy kujon volt. Hát ő nagyon, nagyon csalózott. És ez a négy sorot, Csiribiri, Csiribiri zapszalma, négy csillag közt alszomma, az, hogy berúgott az öreg, nem mert hazamen az asszonyhoz, és ránézett a két ló az istálóba, négy szem. Ez azt jelenti, befekült kicsit a szalmába. Hulla részeg volt. Ah, tehát ezek így írottak, amit mi a gyerekünknek ugye olvasunk, hogy Csiribiri, Csiribiri, hullamátó részeg volt, és nem mert hazamenni, mert tudta, hogy olyat kap az asszonytól, akkora betyár volt, imádom. Olyan sztorik vannak róla, az összes gyerekverse, ő nem szereti a gyerekeket egyébként. Így többször nyilatkozta, ő a gyermeki léleket megérti, halál jó arc. És hát ő így élt. És ezek a gyerekversek a legklasszabbak. Szent meggyőződésem egyébként, hogy aki gyerekeknek ír verse, gyerekeknek énekel, és 40 éven keresztül idegesítő, őrjöngő gyerekek előtt lép fel színpadra, az egyébként a hétköznapi életben gyűlöli a gyerekeket. Tehát ez 10-ből 8-szor, én ebben egészen biztos vagyok egyébként. Ide tartozik akkor az Alma zenekar és a Grillus család. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.